Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 11 perccel, jó reggelt mindenkinek, végigszasztok! Jó reggelt! Hú, gyerekek, hát ez nagyon kemény. Iszonyú jó. Már családon belüli közös dolgok. Nekem volt egy olyan év, amikor minden nap együtt edzettünk Mónival, ez még mit tudom én, olyan 90-92-93 környékén lehetett, és gyakorlatilag ez egy év volt, így télen-nyáron, tavasszal, ősszel, akármi, iszonyú jó állapotban voltam, tényleg a fénykoromat éltem akkor. Azóta már csak gyönyörű volt, vegetálok és levezetek. Nagyon-nagyon jó volt. Marha jó egyébként, amikor így házon belül találsz magadnak egy társot, egy párt, akivel együtt tudtok mozogni. Hát érdekes, azért ebben össze lehet rúgni a port. A Béka mesélte, mindig ő ugye rallizott ilyen hát, oltár timer ralliban, és mondta, hogy azok a házaspárok, akik együtt indultak, azok estére nem beszéltek egymással. Azok estére egy masszívan összeveztek. Rendszerint, igen, mert ott úgy volt, hogy apu vezet, anyu itinerkedik, ugye mondja, hogy mit kell csinálni, vagy esetleg fordítva, és mindig az volt, hogy reggel béke, barátság, szerelem, együtt fogunk hajtatni az értékes veterán autónkkal a Pilisig hegyekben, érted, és estére ezek már nem beszéltek egymással. Tehát, hogy ezeknek hát igen, van... főleg, ha elnéz egy kanyart, anyu. Igen. Vagy apu nézi el a kanyart, igen, az elég meleg. És tönkre vágod a családi autót. Igen. Na ugyanez lehet így, ilyen futás, együttfutás, és miért nem futsz gyorsabban? Nem bírok. Hát, nálunk úgy van, hogy ő a példakép, neki az a 97-ben már megvolt a maratonja, úgyhogy én még csak loholok, kullogok mögötte, így teljesítményben, úgyhogy én rá felnézek, a szóhátvét is való értelmében egyaránt természetesen, úgyhogy így könnyű, így ez gyerekek, miért nem tudom ezt a rohadt tévét bekapcsolni? De mert komolyan mondom, már Roger már nem játszik sajnos, 10 perccel késtem le az egészet. Ha. Már egyszes volt, nem volt egyszerű. Picit hosszúra sikerült az a meccsecske. Igen, itt szerintem is tudom, hogy ezt megizzasztotta. Hú, ez nagy baj, nem tudom mennyit játszottak. Ha tényleg elkezdték 3:30-kor, 4:30, 5:30, majdnem 4 órát játszottak. Jöttem befelé a metró, még játszottak. Igen, 2:30-kor kezdtek este, vagy 2:30-kor, nem tudom éjszaka, de... papírformán. Adta a metró a meccset. Hát az a papírforma, az azért majdnem, hogy hívják, majdnem úszott. Hát a végeredmény szempontjából papírforma. Ja, igen. Nem győztem számogatni a számokat, mondom, ennyi szett nincsen egy közésen. Igen, 2 szettről fordított Roger, 6-2-6-4, vagy valahogy így elveszette az első 2 szettet, de megcsinálta, fél, megint Grand Slam döntőt fog játszani. A Pali beszarás most komolyan, 33 évesen, vagy 32 évesen. A sok. Hát nem is tudom, hogy az Open Érában ennyi, talán az Agassi meg még valaki játszott ennyi idősen Grand Slam döntőt. Nem sokan. A Csillics az szerintem verhető, bár nem rossz most ő sem, úgyhogy Gyoko Federerre megtehetjük ma, ha odaér. Helyes. Ha Gyoko leveri Nishikorit ma, akkor biztos, te már ott vagy. És akkor nekem még holnap Roger. Azon, hogy Gyoko egy nappal többet pihen. Hát, jó, ne kezdjük már ezt, már mész ki. Ez mert szombat este játszik Roger, és vasárnap este megint játszik. Vasárnap van a döntő? Vasárnap van a döntő, akkor igen. Akkor azt ma meg kell tegyük. Vasárnap vagy hétfőn. Aha. De nem, Grand Slam döntő, valamelyik nap hétfőn. Nem csak a első nap, amim ledom. Mi vasárnap este. Azt megtesszük jó, ma. Jó, ha ott a Gyoko, meg ott a Rozsé, hát akkor nem hátrálunk. 10 játékpénz. Akkor nem hátrálunk. De hogy miért nem lehet ezt a tévét bekapcsolni? Be lehet. Csak. AV2 vagy mi vagyunk már, én sose tudom. Zsülő! Csak mondja meg, hogy melyik is én oda. AV3, HDMI, mi vagyunk? HDMI lehet, gyerekek? Az lesz. Nem, annak kell lenni. Akkor nem. Az a fekete doboz nincs bekapcsolva. Hogy ne, be van minden. Kimutatni kéne neki, hogy egyes. Megcsinálod, Zsülci. Tedd már, léci. Már mindegy a tenisz, csak hátra még ismétlik, hogy bele tudunk nézni. Tedd már tisztába. Úgyhogy alakul a döntőnk. Jó. Majd ezt a játékpénzecskével megtesszük. Én már tartom. Neked szerintem Nishikori az megvan ma este. Gyoko. Hát úgy fogadunk, hogyha mind a ketten bejutnak. Csak úgy. Ja. Csak úgy. Bár Nishikorira mondtuk már, hogy ki fog kapni, és Nishikori nem kapott ki. Két igen. Olyan meccset hozott, amin szintén nem neki állt az ászló. Igen. Nem. Tehát nem biztos. Nem biztos. Feri, egy dologban higgyél nekem, Japán ellen ne fogadj. Japók, igen. A japoknak nagy szívük van, érted? Ők szamurájok leszármazottai, ők nem adják fel, az utolsó percig küzdenek. Aha. Csoda, hogy a másik a következő meccsre is kiállt, hogy nem vágta fel előtte a hasát. Igen, viszont nem mindegy. Jó, ezt majd akkor SMS-ezzük. US Open hétfőn van a döntő. Na, mondtam, hogy valahol hétfőn van a döntő. Akkor még hétfőn is meg tudjuk tudtam, tenni. Hogy valahol hétfőn van a döntő. Nem, az biztonság kérdért tegyük meg ma. Világos. Biztosra megyünk.
Iván Lemlő valaki elküldte. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Fogadjak rá, ő egy aktív játékos. Igen. Nem, edzi még a Rend Lamörit? Vagy eljött már a sok kudarc jelmét? Mert a Chang edzi a Nishikorit. Tehát a Boris Becker is ott van, az Edberg is ott van, a Michael Chang is ott van, a Lemlő ott volt a Möri mellett. Úgyhogy... Óriási, egy picit az edzők csatája is. Egymás igen. ellen játszottak annak idején, és most meg a tanítványaik játszanak egymás ellen. Óriási feeling lehet. És valószínűleg megy az oltás is a háttérben, mondjuk találkoznak a folyoson, vagy ha esetleg közös öltöző van, ami mondjuk nem annyira jellemző, de hogy biztos, hogy oltják egymást kőkeménye. Nagy közös öltiben vannak ők. Igen? Egyébként. Közös öltöző? Igen, én láttam Wimbledonban meg a Garroson, igen. Ez egy nagy, szép, valahol kisebb, valahol nagyobb, de hogy közös öltözőben. Nincs egy kis izé saját. Hát gondold el, ott van mondjuk 130 férfi játékos az indulásnál, vagy 120. Hát az mindenki kapna egy külön öltözőt, az a Hyatt szálloda lenne. Ha oldják meg, hát. Hogy még egy külön bejáratú öltöző, egy zuhannyal. Egy kis legalább valami kis ízé. Nem, de mész is olyan az öltöző, mint egy ilyen szekrényrendszer tulajdonképpen. Hát mi? Azért nem ez a, tudod, ez a becsukod, és megszorul a kulcs kicsit, és ütnöd kell, hogy kinyíljon. De rendes olyan öltözőben vannak, igen, nyilván közös zuhanyzó, ahogy fogynak a játékosok, egyre kevesebben vannak. De például a nagy wimbledoni döntőre, ott a Roger és a Nadal ott egymás mellett melegítenek. Ott már nem beszélgetnek, nem szólnak egymáshoz, és ott mindenkinek megvan a saját kis szekrénye. Kézzel, hogy Boris Becker áll egy hatalmas fürdő lepedővel, és így takarja a Djokovicot öltözés, és közben tudsz nézni, hogy esetleg is kuki kivillanjon. Hát ez az. És előtt egy öreg szemüveges bácsi megy, és írja a szekrényre, hogy Murray. Ura, igen. Jondi. Igen, és azt mondja, hogy légy szíves, add le a WC kulcsot, mert igen. Már megint igen. Valaki elvitte a WC kulcsot, és kifürödte a meleg vizet. Djokovic, maga voltad! Kedves teniszezők, legyenek szívesek, hogy rövidebb ideig fürdeni, mert elfogyott a meleg víz. Iván, elfogyott egy kurigát. Pörgess már belétsz a klotyóra. Igen. Novák, hozzám belétsz! Rohadt gurigát megint. Novák. Már Nishikori megint tésztát tevett. És igen, szóval hogy ez érdekes egyébként, hogy ez így van megoldva. Közös a gyúró rész is Wimbledonban például, tehát ahol lemennek bemelegíteni az átmozgató trénerükkel, az is egy ilyen kis picike kis szobácska. És akkor ott úgy futhatnak, bringázhatnak, de az is egy közös. Azt hiszem, az még koedukált is. Tehát várni kell a bringára, meg az futógépre. Hát lehet, hogy most aki van az adott, behozza, igen. Az ellipszis trénerét. De Andy, hogy azt hiszem, töröld már le magad után annak a rohadt biciklinek a nyergét. Tiszta izzadságért. Igen, de azt hiszem, a Wimbledon azt úgy látom, hogy az még közös is. Tehát, hogy ott edzenek a csajok is, ott a saját trénerükkel, meg a masszőrükkel. És akkor a Nadal megy mindig először masszíroztatni. Tehát ő kiüti a masszőr szobát 9-11-ig, ezt hallottam. Ő nem tud járni konkrétan. Tehát ő úgy kell föl, hogy így megy. Össze van szalagozva mindenhol. Ő mindig 9-5-11. Nagy világ ez, amikor így találkoznak egymással ezek a nagy nevek. Ez kicsit olyan, mint amikor itt együtt öltözik a Sodom és az Obituári. És akkor két olyat mondtam, amit ismersz. Úristen, már a nevük is már bennük van a halál és az elmúlás. Egyébként igen. Obituári, tehát ilyen zenekar néve nem lehet egészséges. Ők is, ahogy együtt egészséges felnőtt életet élni. Sokat sportolnak nyilván együtt. Ó, hát ők rengeteget. Ők speciális izmokra gyúrnak. Isznak, vagy csak a csíkozás a divat ebben a körben? Mostanában már egyébként odafigyelnek magukra. Sajnos elég sok nagy név ment el az utóbbi időbe, és azért elkezdtek magukra odafigyelni. Nagyon fura egyébként, de hogy tényleg, sokuk már tiszta. Hát 15-20 év masszív alkoholizálást azért már valahogy kompenzálni kell így a vége felé, a pályafutás vége felé, hogyha föl akarnak állni a színpadon, és még mindig ugyanolyan sebességgel akarnak nyomni notákat, mint ahogy annó a fénykorú, mert hogy ezt várják tőlük, úgyhogy oda-oda figyelgetnek már. Ráadásul a Szodomnál azt se tudod mondani zenekarvezetőként, hogy srácok, ma lassabb bulit játszunk, csak lassú dalokat. Igen. Mert gondolom van egy, vagy... És ők még jó helyzetben vannak, mert ők ugye németek, és akkor inkább valószínűleg a söröcskét tolták, a viszkicske helyet, úgyhogy az önnyelőcsövük még jó állapotban lehet a trash mezőnyben. Viszonylagosan. Gyerekek, annyi elszavam, ma mindent elfelejtek. Miért nem egyet adsz meg? Azt kéne egyébként. Mert akkor mondjuk... Akkor az összesen, akkor mindent feltörne. Legyen egy olyan dokumentumod, amit csak jelszóval lehet megnyitni, amin a jelszavaid vannak. Van egy jelszóvédő alkalmazás, hogy összehangol minden, és elmenti neked, van egy ilyen Apple Store-os alkalmazás, igen. Legyen egy jelszó, ami mindent visz. Jelszó number van. Írd be azt, hogy jelszó numero egy. És mindenhol. És ezzel nyisd. És mindenhol. A jelszavas dokumentum.
Jól van, na, hogy állunk a játékkal? 2-2. Ajajaj, gyerekek, ajajaj, nagy a baj. Nagy a baj. Elveszíthetjük a hetet? El. De meg is nyerhetjük. Csak ez igaz, ja, mondom. Én, az is. Legyünk optimisták. Szóval, hogy... igen. Hát, hogy jutottunk el ide? Nem tegnap mi volt? Tegnap kihúztuk az egy percet, és ja, az tényleg? Egy perc után egy másodpercen mondta ki a hallgató a nemet. Addig tartott a játék, és előtte volt, neked volt egy győzelmed, egy vereséged, Janénak volt egy győzelme. Aha. Így. Jó, ez még hosszató, nem adjuk föl. Jó, aki szeretne játszani, tegye meg, hogy SMS-ben jelentkezik. Jó, egészen nyugodtan. Lehet bátrabb hangvételű SMS-ekben kihívni bennünket. Anna is szereti, valaki jött fog visszahívni, aki egészen bátran aratoskodik. Jó, jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 9 perc múlva pontosan 7 óra. Hello mindenkinek, jó reggel. Útinfo Tolna, Somogy határán, Irekszemcse előtt a lapon. Lápon. Lápon? Szerintem, nem? A híres Irekszemcsei láp. Ja, gyerek, az a ékezetek nélkül, és én nem tudom, hát vagy a lapon, nem ilyen lapon lenne, lehet, lápon. Aha. Van a Irekszemcse, és Tolna-Somogy határán van egy kis láp. Kamion a lápra. Igen. Lápra, lápra futott, vagy igen. Lépre, de az igen, az nem jó. Folyik a mentés, vagy lapon, vagy lápon. Csak ékezetek nélkül jönnek sokszor ezek. Baleset van az M1-esen a határfelé, a 138-as kilométernél Tibi küldte nekünk, valamint a 36-oson a harmadik kilométernél Gomolyásnál van egy kis torlódás. Ezt Kutya üzente. Ráksiban Fekete Fábia kombiból mérnek, üzeni nekünk Csúf, valamint a 4-es főút Tiszta, Debrecen és Kenderes között. Na, ez egészen jó hír. 137-es kilométernél most történt baleset az M1-esen Hegyeshalom irányában. Két személyautó ütközött, ez is egészen friss, úgyhogy ott is lesz egy kis torlódás. Mindenki figyeljen, mi pedig már is játszunk valakivel. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Gyusza vagyok. Hello, Gyusza, hello. Honnan hívsz minket? Hát most éppen úton vagyok, éppen Jakabszálláson álltam félre az autóval. Mit csinálsz arra felé? Úton vagyok most már hazafelé, Kunfehértóra. Éppen munkában vagyok. Most vagy munkában, vagy most mész hazafelé? Hát effektíve munkában vagyok, és megyek haza, és dolgozom tovább. Aha, és mit csinálsz, hogy ennyi dolgozol? Hogy úton is dolgozol, onnan is dolgozol, ott is dolgozol, ahonnan jössz, és még otthon is dolgozol? Érdekes dolog, egy forgalomtechnikai cégnél dolgozom, és most éppen kisegítettem a fiúkat, és táblát szállítottam ki, Kecskemétre kereszttáblákat. Aha. Aztán megyek haza, és folytatom otthon a munkát a cégnél. Értem. Jól van, hát szorgos ember vagy, ez jó, mindenféleképpen. Kivel szeretné játszani? Hát én Ferire gondoltam. Legyen Gyuszi. Ferire, jól van, oké. Indítjuk az órát, jó? Megvan a stoppered, Jani? Igen, megtaláltam. Akkor hajrá. Ja, de agom nincs. Ja, most már is megvan. 3-2 van fejő. Ismered azt a dalt, hogy György vagyok, nem Gyuszi? Hogy mondtad, Feri? György vagyok. Igen, és utána hogy mondtad? Ennyire hülye vagyok. Hogy mondtam? Igen, konkrétan beleharaptam a reggeli, és nem tudom megenni. Újra! Hát ezt ennyire gondoltam, bekrémezem közben a kezemen. Atya Isten, mint a magamat hallottam volna. Gyuszi. Nem volt nehéz dolga. Mert egy gyusziztunk, és eszembe jutott az a nagyszerű dal. Az első kérdés. Ismered Györgyi nem Gyuszi, mintha játszottam igen. Volna. Szép, hogy Gyuszi! Gyerekek. Tetszik, hogy szolidaritasz velem. Figyelj, nem lehetek én sem mindig. A héten már nyertem. Ja, nem nyertem. Igen, nem vagyunk jók, gyerekek, nem vagyunk jók ebben a játékban. Azt kell, hogy mondjam, hogy ki hagyogatunk. Gyuszikám, ez neked remek hír, megvan az ajándékcsomag. Annélkül, köszönöm, hogy bármit csináltál semmi. Volna. Elmondtad, mit csinálsz, milyen táblákat, hova raksz ki, elindult az óra, nyertél, kész. De jó. De ügyes vagyok. De szerettem, hogy így játszol. Ugye? Végre megyek veled. Nem leszek frusztrált. Végre nem lopsz ki a sorból. Igen. Nem leszek frusztrált, hogy én rajtam ment el a hét. Mert ez már annyi hét ment el rajtam most az utóbbi időben. Ez most legalább nem Feri, rajtam ment el. Feri, az csapatjátékos. Nem engyénieskedik, itt ilyen győzelmekkel, meg ilyenekkel. Gyengék vagyunk, akkor együtt vagyunk gyengék. Így is van, akkor csináljuk így. Legyünk egy csapat, egy team. Jól van, Gyuszikám, hát ez egy szép ajándékcsomagot
jelenleked. Köszönöm szépen, ez egy igazán gyors játék volt, erre én sem számítottam. Nincs mit, Gyuszi, tényleg. Így 20-13, azért azt meg elmondom, de hogy hoztatok egy hetet, tehát zárkózni kezdtetek, és 13 hetet nyertetek a hallgatók. Nyertek a hallgatók, 26 mi, és két hét volt döntetlen, így állunk most a 35. héten. Szép. Gyuszi, akartál valamit kérdezni egyébként? Tényleg, lett volna valami, Gyuszi, bármi, amiről beszélni akarsz? Volt valami terv? Vagy... Igazság szerint nem készültem, tehát... Talán annyit kérdeztem volna a Feritől, hallottam most a rádióban többször ezt a fesztivált, a Libamáj Fesztivált, hogy részt vesz-e rajta. Libamáj Fesztivált? Nem, azon nem veszek részt. Most. Fura, egy pont, azon pont nem, de minden ilyen ott van. Azért fesztiválon vagyok. Igen. Igen. Jól van. Hát köszi. Gyuszikám, gratulálunk. Jó, ügyes vagy. Köszönöm még egyszer. Köszi, hello. Hello. Robi köré, hogy lapon van a kamion, nem látom. Akkor lefeküdt oldalra. Tehát, hogy lefeküdt oldalra, az arra mondják, az lehet, hogy ilyen szakzsargon, hogy lapon van. Néztem én is, hogy van-e olyan, hogy iregszemcse, lap.hu vagy ilyesmi, de nem találtam. Vagy iregszemcse és láp. Az a baj, tényleg mindig találgat az ember egy csomó SMS-ön, ugye ékezet nélkül. Na most ott azért így fejből tett ki az ékezeteket egy két-három magánhangzós községnévre, amit azért nem biztos, hogy ismersz, nem? De akkor az úgy látszik, lapon van. Figyelj, ott van. Baj van vele, srácok. Gyerekek, baj van vele. Kerüljétek. Iregszemcse jó. Az nagyon jó hely. Ott lehet levágni Pécs felé az utat. Egy kis szervizúton, amit sokan ismernek. Ha arra mész. Ha arra mész, akkor ott föl tudsz menni hatos. Jobbra, egy kis jobbossal, és akkor ott le tud vágni. Egy 30 km-t. Siófok felé. Az Siófok Szexárd, és aztán Iregszemcse föl, és akkor ott le tud vágni egy kicsit. Hú. Igen. Ez a 35. hét, ez nekem beragadt. 37 után. Lassan vége az évnek. Komolyan. Ha mögöttünk van. Mögöttünk van belőle a nagy része. Hihetetlen. 2014 is mindjárt lepereg. Csak lenyelem. Van azért még csak egy lenyelem sűrű... valahogy ezt a békát. Van azért még egy sűrű 4 hónapunk, de igen. Tulajdonképpen igen, gyerekek, sűrű. Abszolút. Hihetetlen. Sűrű lesz, mint a kolera. Itt az ebola, nem? Nem. Nincsenek ilyen irányú tapasztalataim, de sűrű, mint a rózsaiblő. Sőt, az év sűrűje még csak most jön, de tulajdonképpen, ha visszajövünk majd, Afrikából. Aha. A feltételes mód jogos. Igen. Szerintem erősen tegyük feltételes mód, hogy ha és amennyiben egészségesen visszajövünk, onnantól kezdve... Már karácsony. Konkrétan el kell kezdened karácsonyra készülni, és ott tényleg vége az évnek. És aztán egy másfél-két év, amit nem alszom, és utána újra minden visszáll. Ja, hát persze. De az azt is meg fogjátok szenvedni, higgyétek el. Az nektek is egy új világ lesz. Nem baj, van már berutinunk. Más tudatállapot lesz. Az más, persze. Hírek alatt kialszod magad. Láttatok engem itt aludni a Beninél. Sokat. Az első két évben a diványon itt aludtam ki. Meg a másodikkal minden könnyebb, vagy ha nem a harmadikkal. Yeah. Szokták mondani. Igen, de a negyedikkel biztos. Igen. Persze, valamelyikkel csak könnyebb. Ott már az első fürdeti a negyediket. A második mesél a negyediknek. Ott már jó. Tehát ott már egy idő után olyan nagyok a gyerekek, hogy érted. Benni még kettő simán fölnevel. Már csak megcsinálják az összes többit, megcsinálják a nagyok. Simán. 2 perc van pontosan, 7 óra jönnek a legfrissebb hírek, mi várunk közlekedési híreket. Jó, mi a helyzet az utakon, drága hallgatóim? Írjatok nekünk, hogy tudjunk segíteni, mi pedig jövünk a hírek után. 7 óra múlt 12 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Gyerekek, nem az én zeném, bár köszönöm tényleg, isteni vagy Bali, végre Gaga, Balázs zene, Jani zenét is kérünk. Na, Balázs visszatért a reggeli zenével. Gaga utaljon. Igen, ez benne volt, tehát ez rotációban megy, ugye? Ez a dalocska, ami azt jelenti, hogy többször forog egy nap, vagy hát be van szerkesztve. És ez bejött, tehát igen, Lady Gaga szorosan összefort velem, de nem. Tehát, nem. Tényleg nem én vagyok. Választanunk kellett, vagy lehetett egy másik nóta megelközt, az egy Motorhead volt, és akkor Balázs mondta, hogy vegyük ki a Motorhead, és rakjuk be ezt. Igen, nem ő volt. Igen, a mai zenénk az úgy nézett, hogy Metallica, Motorhead, Sepultura, Obituary, Ossian, Akela, és Moby Dick-kel zártuk volna, és ezt mind kivetettem, és beraktam Sunrise Avenue-t. És lesz Avanci még. Igen, szóval, hogy gyerekek, köszönöm, de az ég egy adta világon semmi közünk nincs a legtöbbször azokhoz a zenékhez. A Gagát már összekötik velem, egyébként ez egy jó Gaga. Jó, dal, és mindig táncoltál is rá, de most kicsit, mindegy. Kicsit, most ott persze. Hát kicsit mozgott a csípő. Kicsit táncoltam, tehát ezzel nincsen baj. Az a baj egyébként, hogy tényleg így van. Tehát amikor Lady Gaga szól a rádióban, az gyakorlatilag... De már is. Igen, akkor Balázs rákerül egy sínre, aminek a végén ott egy csípőprotézis van. Mert annyira megmozgatja, annyira táncol rá, annyira sereg, annyira forog. Ha tényleg a 6-kor jön egy ACDC, akkor jön egy SMS, kösz Jani, Bence vagy a rádióban, ja, nem is te vagy, de kösz Jani. Igen, tehát bármilyen rock az hozzád, bármilyen ilyen tudsz pop dance dal az hozzám. Magadnak köszönheted, úgyhogy.
Jó, mondjuk a Gagát kedvelem. Gyerekek, én a Gagát kedvelem. Gyerek is nagyon kedveli. Azt kell hallgatni, a kocsiban mindig. Már most rá kicsit a durvább zenékre. De azt szereti. Szereti ő is. Most mi van vele? Lecsenget egy kicsit. Ez az előző album, ez nem a annyira jött be, igen. És most... Hát, most figyelj, négy-öt év azért volt benne, szerintem lehet, hogy kidurrani látszik ez a dolog. Hát, nem jó dalokat írt. Igen, hát kérdés, hogy lehet-e most már valaki új Madonna annyi ideig, 10-20-30 évig, ma már szerintem ezek így mennek, elhasználják őket, kifacsarják, gyorsan, hát, a világkörüli koncert. Azért ott van, azért, hogy lenyomott egy másfőes világkörüli ez koncertúrnét. Ez igaz, de ott van mondjuk egy Beyoncé, aki folyamatosan hozza a jobbnál jobb slágereket, és már hosszú-hosszú évek óta. Azért. Neki végigáll az ászló. Nekünk áll végig az ászló. Igen, igen, a Beyoncé-re gondolom. Ja, igen. Ez is. Igen. Gagára nem annyira. Ez a te zenét, Balázs, a rockkal nem verszád. Szegény Lady Gagát Kozsó tette tönkre, a perrel eltűnt. Tényleg, mi van ezzel a Gaga kontra Kozsó perrel? Folyamatban van. Aha, és folyamatban lesz még 20 év múlva is. Másodfok biztos. Hogy Zetki letérdelteti az amerikai pop piacot. Hát csörgünk rá, kérdezzük meg. Mi nem csörgünk rá most? Biztos már fent van. Hát, baj, majd fönt lesz. Nem. Kozsó, hogy mi van? Az a baj, hogy nem akkor... Kozsóra, Zetkire. Ja, Zetki, igen. Az egy más szám. Titokminiszter, hogy ő nem mondana semmit. Nem? Hát, hogy tudod, hogy mindig. Hát, hogy a menedzsmentje, és ő nem, aha, és hogy ő nem beszélhet erről. Aha, de az amerikai... Dolgoznak az ügyvédek. Dolgoznak az ügyvédek, igen. Igen. Keresik a címet, hogy hova postázzák el. Ja, igen. New York, Fifth Avenue, amit ne úgy írt. Lady Gaga részére. Ne, to. Lady Gaga részére, to. Nem! TC-ket, hogy nem, az nem a TC, nem. To Lady Gaga. Igen. From Lady Gaga. Szóval még megy az erőlködés, igen. Csak úgy kíváncsi lettem volna, mert hogy nagy dírel-durral volt ez a per, hogy majd most... mindig vannak. Én kicsit szurkoltam neki, kicsit, igen. De szurkoltam. Igen. Hogy milyen mekkora lett volna, tényleg, ebből a kis országból végre egy nagy sztár, egy kis ország nagy sztárja letérdelteti a nagyon nagy ország nagyon nagy sztárját. És azt mondja, és Lady Gaga ott áll, kicsit lesütött szemmel, és fekete fátyollal az arcán, és igen. És hogy szánom-bánom, tényleg úgy volt. De mit tudom én, egy Grammy-n, tudod, vagy valahol, ami ilyen nagyon nagy, kimegy a Gaga, és azt mondja, hogy szörnyű dolgot kell bevallanom. Igen. Loptam. Kósótól. Ennyi. És abban a pillanatban, hogy a kivetítőn így mögötte megjelenne Kozsó. Igen. És azt mondja, ha nem ismeritek, ő az az ember, imádkozva. Jelen egy ilyen pisztolyt, egy ilyen sókosúg is pisztolyt formával kezében szokott. Igen. A nyakába az ezüst hold. Tincs. Lady Gaga, hogy muszáj elnézést kérnem. Kozsótól. És mindenki nézze, ki ez valami elhízott Jackson imitát? És nem. És azt mondaná, hogy és Lady Gaga sírva, így, tényleg így az okogástól elfulló hangon, hogy a Lionel Richie volt az, aki felhívta a figyelmet a rosszabbra, és igen, ő is benne volt. Igen. És aztán ennyi. De nagy lenne. És fölmutatni egy ilyen óriási csekket a Gaga, tudod, mint amikor a lottó nyertesek. És ezt most átutalom Zetkinek. Vagy nem átadná, és kezet foglalna. Igen, és a Kozsó meghalaná hírt, és annyira megörülne, hogy szívinfarktust kapna. És ez mekkora csavar még a történetben, nem? És kész, Gaga utal, igen. Na mindegy, csak érdekes, majd megkérdezzük a Kozsót, tényleg lehet jövő héten rácsérünk, hogy mondja, hogy mi a helyzet a perrel. És nyitva egy franchise-t a te a házából. Igen, egy nagy amerikai franchise-t. Na, egy-két érdekes SMS. Balázs egoista vagy, mindig azt kell hallgatni, amit te szeretsz. Tegyetek be metált is. Például, amit felsoroltál. Például, amit felsoroltál. Jó. Gyerekek, nem lehet obituárit betenni, de nem az van, amit én szeretek. Tehát, hogy nincs. Itt el nem egy 4 óra alatt 8 zene, hogy egyszer nem nyúlok bele meg. Tehát semmi. De nem mi tesszük be ezeket a zenéket. Hát ez egy rádió. Néha 8 után mi válogatunk. Nem egy játszótér, ezt is mond. Ez bezárult, ez a 8 óra után válogatás. Nincs. De hogy nem. Tehát ez a Gagasa azért volt. Tényleg nem akarom magamat ismételni. Ma a 8-as csináld már meg. Mit? A 8-as csináld már még meg. A mai napon. A 8-ast. Jó? Egy Harley-val ide éges már egy 8-ast. Figyelj, a felsőbb utasítással, tehát hogyha jó, pici rá az eső, de hogyha mondjuk a mi vezérünk Árpi bejönne mondjuk 8:30 magasságába, berúgná az ajtót, és azt mondta, hogy obituárit akarok most. Olyan régen hallgattam. Igen, már. Akkor összejöhet a dolog? Tehát akkor beraksz egyet?
Jó, Hárpi, ha te obituárit akarsz hallgatni, 8:30 vagy mit tudom, 10:00. Igen, ilyen hangulatom van, én obituárit akarok hallgatni, vagy mit? Esetleg Morgotot. A szintén hasonló. Ah, igen. Morgot? Igen. Szerintem akkor betennéd. Szerintem betennéd, ugye? Igen. Be, akkor mindenféleképpen, domálok igen. Az Árpival. Igen. Ő meg is csinálja. Na mindegy, szóval, hogy igen. Vállalom a kertjüket egy hónapra. Gazalom, vágom, öntözöm. Érdekes SMS-ek jönnek, azt mondja, hogy egy fontos kérdést kérlek, vitassatok meg. Tegnap egy óvoda mellett mentem el, és azt láttam, hogy két kisfiú ült elbújva a kerítés mellett, és az egyik cumiszta a másik fütyijét. Jézusom, ezt bejelöltem sárgára, de nem olvastam még, azt hittem, csak egy kétségbe esett szülőként. Jó, okés. A többit már olvashatod, abban nincs. Ez szerintem intézik az otthoni óvónéni. Szóltam az óvónéninek. Szerintem is jól tettem, vagy nem kellett volna szólnom. Jó. Hát István, ha ezt komolyan kérdezed, hát persze, hogy jól tettél, hogy ne. Hogyne. Na jó. A biztató SMS-t is jól. Aha, akkor inkább obituári. Bár az is obi. Gyerekek, egy szörnyű dolog nyomaszt engem. Na, halljuk. Egy kérdés, amit nem tudok megválaszolni, és hónapok óta ezen gondolkozom. Pitagorasz tét? Nem. Van a parlament. És... Igen. Egy nagy ház a Dunaparton. Igen. Gyönyörű épület. Pesti oldal. A pesti oldal, igen. És... Csak próbáljuk megválaszolni a felnemtett kérdést. A Duna mellett. És este... A Duna mellett, az rakpart a nagy kupolás, az a rakpart fölött, ilyen, nagyon szépen ki van világítva. Este, amikor sötét van. Egy lámpa világít? Nem. Vajon kidolgozhat még mindig? Sirályok. Aha. Aha. Sirályok jönnek, mert aktatáskal kezül. Mit akarsz ezzel mondani? Sirályok köröznek a parlament felett. Aha. És hónapok óta azon gondolkodom, hogy vajon mit csinálnak ott. Csak este jelennek meg, a sirály nem megy fényre, a sirály nem eszik szúnyogot. Sem, és ha megnézed este a parlamentet, ott köröznek fölötte. Aha. Este 8-tól 11-ig vagy éjfélig, uh-huh. És utána eltűnnek. Melyet mondom? Szerintem valamelyik honatjának a felesége rendszeresen olajos halat csomagol, de ő nem szereti. És este már, amikor többiek hazamentek, földobja a tetőre, miért elnek. Mit csinálnak ott? Na ezt mondjátok meg. Arra mennek. Hal. De nincs hal a tetőn. Valaki kimegy a gombolába, és eteti őket. Menjétek, srácok, nekem még van egy kis dolog, elmegyek még, persze, igen. Ne? Elmenek a többiek, ablak ki, hal fel a tetőre, és kész. Hát mi más, egy sirály csak a halra megy. Mire menne? De nem tudod ott etetni őket, nem tudsz a kupolából, minden este ott vannak. Nézzétek uh-huh. meg, minden este ott vannak. Mi az Isten csinálnak ott? Tudom, hogy ez most teljesen uh-huh. fura. De hogy én ezen gondolkozom hónapok óta. Ez a viszonylag... Nem eszik szúnyogot, nem a fényre. Aha. Mennek a kisebb bogár, nem eszi, a halat eszik. Aha. Igen. Begyűlnek a parlament fölé, és ott gyönyörű egyébként. Gyönyörű. Nézzétek, nagyon szép. Az egész egy nagyon érdekes ilyen... Épület. Nem az épület is szép, de egy nagyon szép természeti látvány. Ott köröznek ilyen nagyon szépen, méltóság teljesen, és sirályok, nem galambok. Uh-huh. Csak sirályok vannak. Most a fényre gyűlnek a bogarak. A bogarakat nem eszik meg a halak. Tehát, hogy felugrik a hal a bogárért. Egy repülőhalak. Ugye? És aha. Akkor már rögtön ott van a sirály. A híres dunai repülőhalak. Szerintem csak ez lehet. Így van. Csak ez lehet. Nem is ülnek le? Nem szállnak le? Nem szállnak le, nem ülnek le, nem integetnek, nem csinálnak semmit. Semmit? Nem. Nem. Fiá, csak a halas oldal lehet, mert ez logikus. Bizarabbat is tudnék mondani, hogy például kanasztáznak, de arra szerintem nagyon kicsi az esély. Ott valami élelem van. Nem lehet, hogy a büfés oda őrít valamit? Fölvinni a izetet. De mit tud oda őrít? Nem tud oda őríteni semmit. Biztos van valaki, aki ért, hogy lehet, hogy dökkesejük írja valaki. Denevérek írja valaki, igen. Egyébként lehet, mert sikaka például fehér denevér, tehát hogy ezek lehetnek, hogy lehet, hogy nem sirályok. Igen, galambok írja valaki, tehát itt már minden elmélet jön, nem higgyétek el, sirály. Sirály. Sirály, és ott köröznek. És sirálynak van egy jellegzetes hangja. Baromi érdekes, ahogy ott gyönyörű egyébként. Ha becsukod a szemed, akkor egy kikötőben vagy, ahol kis hajók ringanak? Kicsit olyan egyébként. Uh-huh. Kicsit olyan. Nézzétek meg. Azok strucok, írja valaki. Strucok. Nem galambok, higgyétek el. Higgyétek el, hogy nem. Nem denevérek, nem más madár. Biztos, hogy sirály. És ott köröznek, és gyönyörű.
És mindig elmegyek autóval este arra, mert ott van dolgom, és fölnézek, és ez gyönyörű. És gondolkodom, és nem tudtam megfejteni. Mert a hajókat követik, de a hajót azért követik, mert ugye ott felveri ezt a kis port, vagy ezt a vizet. És akkor ott a hajó földobja a halakat, és arra rámenek és fölkapják. De hogy mi a fenét csinálnak a parlament, fölmegy oda egy portás etetni őket? Hát én ezt tudom elképzelni, mert valami élelem felkerül oda a tetejére, és akkor amilyen mennek oda. Kiraknak kis szendvicseket, kis falatkákat, vagy ami a büfében megmarad, azt kidobálják neki? Hát, vagy valaki stikába ott cégizik, és kipöckölő a csikkeket, és arra megy. Figyelj, egyébként mi másra? Tehát a parlamentnek a tetején, ha nem is ehető, de szerves anyag, mi lehet más, mint mondjuk valamilyen madárkaka, vagy madárürülék, galambürülék. Nem lehet, hogy madárfiókákkal táplálkoznak, galambfiókákkal? Nem, már, ez olyan szörnyű. Nem. Hogy ott laknak galambok, igen, és azért? És a kikelők is madarak. Nem, a vitorlázó madár, a sirály. Már, hogy érted. Igen, vitorlázik szerintem. Aha. Hát úgy tud. Tudod, így lebegni, aha, igen. Na, mert a felszálló meleg levegőt, aha, ugye föl, ja, nem tud használni. Lejönni, nem tud, egyszer arra szálltuk, és nem, igen, tudtak lejönni a termékről. Éppen ott vannak, ugye a nagyon nagy a parlament, és megy a fűtése. Aha. Mondjuk nyáron nem. Igen. Várj, ez bukta, nem jó. Mert ha tél lenne, akkor megérted, amit Jani mondta, hogy egyszer arra repült egy sirály, elkapta a meleg levegő, és azóta, ott van. Igen, és jöttek a barátai is, ne unatkozz. De egyébként az lehet, hogy ilyen termékeken pihennek, az egyébként egy, na, ez az első értelmes magyarázat. Ezt te találtad ki? Nem, most olvastam a neten, nem tudom, mi az a termék, remélem jól ejtettem. Ez a felszálló meleg levegő. Igen, ez az. Jó, hát tudom, igen, Wikipedia. Itt van rajta. A felszáll meglevés, és lehet, hogy ott van a parlament fölött, az 96 méter magas, ott elindul valami termék, és azon ők pihennek, arra ráülnek, ez egyébként lehet. Simán lehet. Ez lehet, ez egy érdekes. Vagy egyébként ugye a ide valaki parlamentnek... sasok, csak fehérek. Átszázzák magukat. Átszázzák. Átszázzák. Valaki ezt ír a pegazusok. Igen. A parlamentnek a szellőztetése, meg a légkondicionálása, az hihetetlenül profi. Most már ugyan motorikusan is rásegítettek egy kicsit, de az eredetileg úgy lett megalkotva, hogy gyakorlatilag mozgó berendezés meg gépészet nélkül is működik. Mert hogy valahogy olyan folyosók vannak kialakítva, egy részük a föld alatt van, amiken keresztül úgy áramlik be a levegő, hogy vannak ilyen nagy nyílások, tehát a parlament mellett beáramlik rajta a levegő, lent lehűl, és aztán felvezetődik, igen, a parlament. Nem lehet, hogy ez, amikor kivezetődik, akkor ott a sirályok, aki jobban élvezik ezt, de a dolgot? Valószínűleg ez van, vagy a kettő, hogy valamilyen összefüggés van a fény. Tehát, hogy szeretik. Egész egyszerűen vagy megtéveszti őket, vagy belelátnak valamit, vagy gondolják valaminek, mint amikor a felkelő napnak. Mi? Vagy a hajónak, vagy a hajófényének. Tehát valami őket vonza. Komolyan mondom, nézzétek meg, gyönyörű. Olyan, mint helyen lassított képet néznél, és az egész így csak így kóvályognak. Fönn van, vagy 300 sirály ott van. Nem, és este, és aztán 11-kor elcsendesednek, nincsenek. Múltkor jöttem az a éjszaka, ott mentem, és egy darab se volt. Mikor hűtik a teret? Tehát van egy repülési időszak, amikor ők oda mennek, és, de ezt a parlament alól kell nézned, mert Budáról nem látod, mert... De kicsi, lehet, a sirály. Kicsi a sirály, meg nem, nem, tehát én mindig a pesti oldalról láttam. És nézed, és egyébként gyönyörű. Tényleg gyönyörű. És ott rajzanak, hihetetlen. A parlament előtti felkövezett részt, azt vízzel hűtik. Amikor így a nyári napokon felmelegszik, az is egy ilyen speciális berendezés. Mert hogy ez a kövezet nagyon felmelegszik. Mi van, ha sirályok azt hiszik, hogy tengerpart? Maga a pesti alsórakpart? Igen. Arra nem jó a Duna, hogy arra higgyék azt, hogy de az... Nagyon jó a gondolatmenet, egy hallgatónak azt írja, hogy neked egyrészt milyen rohadt sok időd van. Nem, csak ezeket észre kell venni, ez szép. Tehát ezek jó dolgok. Ez nem neki nincs sok ideje, csak sok a dugó. Egyébként állandóan ott állok. Évfélig nézed minden nap a parlamentet, nem erről van szó. Az nem lehet, hogy máshol is köröznek. Csak ott nem látod, mert nincs kivilágítva. De szép gondolatmenet. De szép gondolatmenet, ugye? De szép gondolatmenet. Már legyen egész Pest fölött ott vannak. Neked de... vannak amúgy politikai ambícióid? Lehet, hogy vágyakozva nézegeted a parlamentet, így estéket odász. Egyszer talán én is közel kerülök a tűzhöz. De most már csak azért akar bejutni, hogy megtudja a sirály, figyelj, dolgot. Ne, tudod, hogy van valamilyen fura kapcsolatom a parlamenten? 6 évesen elvittek egy télapi ünnepségről, nekem nem volt párnám, mindenki egy párnán ült a hideg kövön, kihívtak 100 gyereket random módon a 400-ból, én nem voltam közte, az a 100 kapott ajándékot, én üres kézzel hazamentem, szörnyen frusztráló volt, jött valami Mikulás kinézetű ember, az egész nagyon fura volt, és most megint ez. De hogy komolyan mondom, ő nem Mikulás volt, a Kádár János. Kérlek titeket, hogy nézzétek meg, hogy milyen gyönyörű egyébként ez a dolog.
hogy ez tényleg, tényleg szép. Na mindegy, ez a fényszennyezés, ez egy jó, jó, ezt elfogadom, hogy a fényszennyezés a miatt mennek oda, és ez megkeresi hát őket. Van még egy pár kivilágított épület bizony, egyébként. Bizony, akkor a Lánchíd felett is lehetne. Így van, vagy a másik oldalon. A vár fölött is lehetne. Igen, és a vár fölött sincsenek, és a Mátyás templom fölött sincsenek, és a Citadella fölött sincsenek, csak és kizárólag a parlament az, amit szeretnek. És nem aztán szeretnek 11 órakor kiadja valaki a riadót, és elmenek. Tudtátok, hogy telepatikus módon kommunikálnak? Veled? Mi a hangokat hallok? Képzeljétek el, hogy végeztek egy kísérletet, hogy etettek egy darab sirályt. És ezt megcsinálták számos helyen egyébként. Különböző tengerparti városokban végezték ezt a kísérletet. És a sirály telepatikus úton pillanatok alatt leadja, hogy kaja van a közelben. És nem tudják, hogy, de csak erre tudnak gondolni, hogy nem megnézték, megmérték, semmilyen frekvenciát nem bocsát ki, se a hallható, se a nem hallható tartományban, hanem elkezdték etetni, és ezt megcsinálták többször, és abban a pillanatban, itt egy 10-20 másodperc, 30 másodperc belül megérkezett a többi. Egy nagyon hosszú tanulmány volt, hogy a delfinek és a sirályok a telepatikus úton kommunikálnak. Nagyon érdekes. Lehet csak, hogy a maga ropogtatását hallották meg a többiek. De hangosan csámcsogott a sprotnin, és ezt meghallották a többiek. Azt nem tudom, hogy vittek el egy sirályt, azt hiszem befogtak egyet. Arrébb vitték, elengedték, elkezdték etetni, és ilyen egy percen belül ott volt az egész csapat. De ilyen több száz sirály. És ezt megcsinálták többször, hogy egy-egy befogott sirályt vitték arrébb a bojtól, etették, és jöttek a többiek. És annyira nem jó a szaglásuk azért, hogy több kilométerről ezt megérezzék, és jönnek. Tehát tudnak így kommunikálni. Szerintem ez a barom érdekes. De jó. Jó, hát most ez... Nem. Nincs ennél izgalmasabb reggel fél nyolckor pénteken, hogy a sirályok telepatikusan mondom, csak eszembe jutott. Valaki azt írja, hogy őrsirály, tehát az őrkutya már nem menő, fölülről figyelik őrsirályokkal. Melegednek a lámpák fényében, ezt is írja valaki. Az se rossz, de mondom, igen. Felülről mindent látsz. Ez kérlek szépen a titkos tech őrsirály osztaga. De jó. Igen. Féltek, én meg mostanában azt vettem észre, hogy a várbazár körül ott ilyen lomisok kerengenek állandóan, mert valószínűleg azt hiszik az új díszburkolatra, hogy már rozsdásodik, pedig az nem, az dizájnelem. És elviszik? Aha, arra várnak, hogy vihessék. Gyerekek, egy ilyen városban, ahol már az ember kevésbé találkozik az állatokkal, ezeket észrevenni szerintem nagyon nagy. Most nem azt mondom, hogy az én érdemem, de hogyha ezt mindenki megnézi, rá fogsz jönni, ez ilyen szép látvány egyébként tényleg. Igen. Tehát ahol így te még egy kicsit tudsz találkozni az állattal, ez nagyon szép, hogy az állatokkal nagyon jól néz ki. És nem gondolkoztam ide, hogy vajon mi a magyarázata. Igen, az igazi magyarázata nyilván nem az, hogy melegedni mennek. Vannak olyan állatok, amiket egy kifejezetten vonz ez a városi közeg, meg vannak olyanok, amiket marhára nem. Például amikor és voltunk a legutóbb meglátogatni a Lánchidat, és beszélgetünk a hídmesterről, mondta, hogy egyszer megbeszélte vele az egyik ornitológus barátja, aki így nagyon-nagyon szereti a madarakat, hogy felmenek fotózni az egyik hídnak a tetejére, és akkor csináljanak olyan fotót, hogy neki van otthon egy kis kedves kis uhuja, egy kis bagoly, és akkor majd csinálják azt, hogy a madár elmegy majd reggel így a nap felkeltébe, és akkor majd visszaszáll, és akkor amikor fölröppen a madár, akkor csinálnak róla néhány képet, hogy ott a távolban ott van a gellérte egy, és akkor ott van a felkelő nap, és stb. Fölmentek, azt mondta, hogy jól, engedd el akkor a bagyot, bagoly, soha nem jött vissza. És akkor így álltak azt, hogy gyorsan még tudod csinálni két képet, még lehetett látni, hogy távolodik a madár. Hát a madárnak annyira nem jött be a város, meg a nap felkelte, meg a gellérte a háttérbe. De mit hittek, hogy repülőt kört és visszajön? És így persze, megjegyet és visszajön az ő kicsi gazdájához, tudod ez ahogy hívja. Mert ott érzi magát biztonságban. Ennyi volt. Érte, mint egy kolibri. Tudod, annyit csapott hirtelen. Madár is, hús már ott se volt. És akkor azt mondja, hogy két képet tudott csinálni. Az egyiken így fél oldalasra látod, a másikon meg valami pont a távolban. Na, ennyire szerette a várost a bagoly. De ezek a sirályok, ezek valamiért így kötődnek hozzá. Érdekes, mindegy, nem. Igen. Ne hívjunk fel valakit? A madár a pénzügyről. Hol lakik a sirály? Na úgy általában. Most nem úgy értem, hogy Kazinci utca 38. Nem úgy értem, hogy negyedik emelet 2. Október 6-a utca 4, tehát nem erre gondolok, hanem hogy Bird a csengőre, ez van kiírva. Igen. Nem, hogy hol lakik? Sziklaszirteken? Sziklaszirteken általában. Vagy hol látott a sirályt? Vagy tengerem, vagy kikötőben a sirály nem ott lakik? Van egy természetes élőhelye nyilván, nem? Igen. Én úgy emlékszem, hogy Szentendre fölött picit van egy atollzátony azon. Igen, azt nagyon szereti. Nem, mert ha mit tudom én, ez egy sziklaszirthez hasonló, maga azt látják bele, akkor lehet, hogy ez is egy ilyen természetes ösztön, hogy mondjuk ők oda próbálnak leszállni, ott gyülekeznek, az egy ilyen
Ez egy hely, amikor az állat még azt hiszi, hogy szegényként ő kapott itt egy ilyen sziklaszírthez hasonlító valamit, ami nyilván nem az. Na jó, de nekik és van sziklaszírt szemben. Dehogy van. A Gellért hegy ott van. Hát, abban van. Hát most azért oda fölül 3000 galambot, a kis emlékműre, a kis vízesésre, meg a szabadságszobor. Meg mindig azt látják, hogy ott valaki hesegeti őket valami rohadt nagy levélle. Ott áll egy rohadt nagy sör. Nem magukat biztonságban, ott van a hatalmas madár ijesztő. Igen, az a rohadt nagy sörnyitó, és az folyamatosan az ízért nem. Tehát, hogy lehet, ez egy ilyen természetes, genetikailag kódolt dolog, hogy ők mennek. Ők mennek. Na minden, ilyen komoly kérdések ezek, tudom, hogy nem, ezeket nem igazán élitek át, nehéz ezt veletek megbeszélni. Ti nem filozofáltok ilyeneken, hogy vajon mit csinál a sirály. Mi alszunk esténként. Az igen, ez is igaz. Az a baj, hogy én a Kossuth tér alatt leginkább metrozni szoktam, tehát hogy... Igen. 7:30 múlt, pontosan 4 perccel, Óven bácsival és Beru nénivel játszunk a hírek után. 2 perccel múlt el, 3:48, jó reggelt, szevasztok. A következő a helyzet, hogy nem úgy indultunk neki ennek a napnak, hogy külön válunk így 8 óra előtt, már ami Balást illeti, hanem úgy, hogy együtt fogjuk csinálni a műsort 10 óráig, de történt egy olyan dolog Balázs életében, amiről talán annyit elég mondani, hogy egy családi tragédia, és nem is akarunk többet, sem jogunk, sem lehetőségünk, sem kedünk erről beszélni. Történt, ami miatt neki most el kellett mennie, itt a hírek alatt kapott egy értesítést, úgyhogy a 10 óráig kettesben leszünk a Jánossal, meg a rengeteg sok hallgatóval. Jó? Tehát nem így készültünk, ezt nem tudta senki, mielőtt bárki gondol akármi mást erről a történetről, nincs mit gondolni róla, mindenki életében vannak olyan pillanatok, amikor történik valami, és ott kell hagyni a munkahelyét. Igen, és bárcsak ne történjenek meg, most egy ilyen történt. Így van, úgyhogy kettesben nyomjuk 10 óráig ezt a pénteki napot. Trafén 82-es úton Nyúl belterületén egy fehér Seatból mérnek, ezt a Danika írt, a Kaposvárról Szigetvárra vezető úton Töröcskénél autó az árokban, az oldalára borulva, a szervek a helyszínen, sáveltolás van, Hozé írta nekünk. Székesfehérvár Béla úton a város felé jövőket méri egy háromlábú egy rendőrrel, Anna, köszönjük szépen, helyettesítettem a rendőr, mert te mást írtál, kedves Anna. M2-es 78-as kilométer Pest felé NKH Wolf írta nekünk, és akkor még egyet a sok-sok fontos közül, az M1-esen történt egy balesetben, most már ott úgy tűnik, hogy rendben vannak a dolgok, és akkor tudnak menni, közlekedni az autók. Nagyon sok tipp érkezett még a sirályos kérdésre, hogy mit keresnek vajon a parlament fölött. Nagyon köszönjük, utána járunk a témára. Mindenképpen. Esküszöm, és jövő héten visszatérünk. Figyelj, én azért kötném az előtt a karóhoz, és azért tudjuk, hogy a Madártani Intézetben van nekünk egy nagyon jó emberünk, aki korábban ugye a pénzügyön dolgozott, számvitelekben is nagyon-nagyon ott van, illetve kettős könyvelet, nem, ez csak tréfa volt természetesen, és őt szerintem mindenképpen érdemes lenne felhívnunk, már csak azért is, mert volt olyan kedves hallgatónk, aki például belinkelte, azt mondja, hogy Attila 04, belinkelt egy nagyon jó kis ide vonatkozó szószedetet az Országos Széchenyi Könyvtárnak az archívumából, és abból is az derül ki, hogy ezek a madarak, ezek a halakat szerették. Tehát, hogy ott a tetőn halaknak kell lenniük. Azt nem tudom, hogy van-e olyan madár, illetve pontosabban olyan hal, ami akkorát ugrik, hogy mondjuk a Dunából felugorjon. Van, amit földobnak odáig, egy ilyen géppel. Tehát, hogyha a Duna partján van egy trambulint, oda ráugrik véletlenül a hal, és onnan esetleg fölmehet. Ez is egyébként előfordulhat. Még egy lehetőséget nem vettünk figyelembe, ez pedig az, hogy adott esetben egy nagyobb sebességgel haladó hajó is mondjuk így kivethet a partra, esetleg a parlament tetejére halakat a Dunából, és mindig akkor történik ezek a dolog, amikor ugye Balázs arra halad, és ő látja ezeket a sirályokat, következésképpen, ha Balázs éppen akkor hajóval halad arra, és én tudom, hogy ő szereti a sebességet, akkor adott esetben lehet, hogy ennek ő az oka. Tehát a lapátkerekes hajójával például ugye föl tudja dobni a halakat. Oldalt, így a tajték, így kiveti. Vagy ahogy ő fogalmazott, a por. A por. Szerintem ezt engedjük el, nem leszünk benne okosabbak, de majd utána járunk. Most viszont következzen Óven bácsi és Beru néni. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint údolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Jó reggelt kívánok, hello! Sziasztok! Szia, mondasz egy keresztnevet? Igen. Flóra vagyok. Flóra. Ja, itt van az SMS falon, ami ez nagyon gyönyörű kedves. Név. Gyönyörű, Annánk fölírta ide nekünk, hogy Flóra. Van olyan keresztnév, hogy Fauna? Ezt most komolyan kérdezem, tényleg? Nem, hogy most, bocsánat. Tényleg van, szerintem van. Van?
Én a Flórát egyébként kifejezetten szeretem. Nem hívnak valakit Faunának, gyerekek. A Flóra tényleg egy gyönyörű név, de hogy mit én, Kovács Fauna? Hát, de Feri, hát persze, hát, de miért lehetne? Nincs, szerintem nincs. Hát hogyha van, érted, volt Góg is, Magóg is. Érted? Ja. Figyelj, meggyőztél, óriási vagy, de most ezzel a hírre tényleg meggyőztél engem. Igaz? Aha. Na, meg. Jó van. Flóra, honnan hívsz bennünket? Hát most Budapestről. Aha. De és egyébként hová valósi vagy? Egyébként pedig Enyingről. Aha, munka miatt jársz Pestre? Munka és igen, iskola a gyerekeknek. Enyingről Pestre hordod iskolába a gyerekeket? Hát most igen. Ó, az hány kilométer? Körülbelül 90. De és minden nap reggel bejutok a kocsiba? Így van. Hát ez most csak átmeneti, utána majd nyilván bérelni fogunk, aztán... Aha. Hát az mondjuk... Költözünk. Nyáron azért az elég kalandos lehet. De nyáron nincs iskola. Úgyhogy köszönöm szépen, a felvetésemre válaszoltam, és nem is kell semmit mondanod. Flóra, igazából én ezt lezsírozom én magammal. Köszönöm szépen! Ez a tiéd. Meg szerintem megérdemled. Figyelj, az ember, akinek nincsen szüksége válaszokra, hiszen azokat is tudja a hülye kérdéseit. Flóra, ez középiskola? Nem. Általános iskola. Mi történt nem, az nem, életed? Nem, ez mobil szám. Mi történt az életedben, ha lehet róla beszélni, ami erre kényszerített, hogy minden nap reggel 90, délután 90? Hát annyi van, hogy a kislányomnak beszéddel vannak problémái, és emiatt sok ott nálunk környéken nincsen ilyen speciális. Ja, és akkor jönni kell, tehát nem volt más választás. Így van. Tehát jönni kell, és akkor nekem is így alakult a munkám, úgyhogy kicsit errefelé irányulunk. Lehet beszélni róla, hogy milyen problémája van? Hát lehet, elég ritka a dolog egyébként, egy fejlődési rendellenesség, ami polimikrogíriának hívnak, nagyon-nagyon kevés gyerekről tudok, de egyébként ő futszalad, és hála jó Istennek normál intelligencia övezetben van, egy tündéri kislány, a beszéd az, ami most nekünk ugye még probléma. És akkor egy ilyen speciális iskolába kell járnia, hogy fejleszik a gyereket? Hát igen, tehát meg kell nyomni egy kicsit a beszéd és a kommunikáció fejlődését. És halad szépen? Vagy ez most derült ki, ezt most kezdtétek el? Nem, ez már nagyon régi történet. Aha. És akkor gondolom a speciális iskola is Budapesten van, és ezért kellene ennyit ingázni, ugye? Így van, mert Óviból is ide jártunk tavaly, úgyhogy... Na, fantasztikusok vagytok, ez egy nagyon, nagyon nagy áldozat. Néha még többet kap vissza az ember egyébként ilyenkor a gyerekétől, mint hogyha teljesen normálisan élné az életét. Persze nyilván, hogy anyaként ezt azért másképp látod, gondolom, Flóra, nem? Hogy? Hát, hogy többet kapsz ilyenkor vissza azzal a törődéssel, amit te adsz, mint egyébként egy normál szülő-gyerek kapcsolatban. Tehát amikor van valami olyan baj, amit meg kell oldanod szülőként, akkor ugye te is hatványozott figyelemmel vagy a gyerek felé, és a gyerek talán még többet is ad vissza, mint normál esetben. Igen, részben ez igaz. Én úgy gondolom, hogy főleg nekem kellett ehhez változni, tehát én teljesen más ember lettem, mint amilyen lettem volna. Meg hát kialakult közöttetek nyilván egy iszonyatosan szoros kapcsolat, nyilván optimális esetben ez egy szülő meg egy gyerek között, ez amúgy is fennáll, de így, hogy plusz törődés, plusz figyelmet igényel, a gyerek így biztos, hogy iszonyatosan egymásra vagytok gyógyulva, és ez egy fantasztikus dolog szerintem. Igen, de ő ugyanazokon a fokozatokon megy át, ami a, gondolom ez a kiskamaszkorra jellemző, úgyhogy most már kezd engem leválasztani, és jobban örül, mint nekem. Lepattintós korszak. De csak egy ideig fog tartani, ez aztán meg megint lesz egy újabb csavar az ő kis ellen fejlődésében, és akkor meg megint egymásra találtok. Hát nekem is kis kamasz a lányom. Úgy, hogy... 10 év, amiben megőrülsz, és utána ismét ugyanaz a boldogság. Így van. Jó, köszönöm. Nagyon szívesen, remélem, hogy ezzel megnyugtattunk. Mindig van egy olyan fázis az ember életében, amikor a gyerekeink a komornyiké, illetve cselédjei lesznek, de utána pedig ez majd megint változni fog. Na, Flóra, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi és Beru néni. Hát sirálylesen vannak a tengerparton. Ez az? Szerintem igen. Sirályhang nincs benne, mert most csendben vannak. Aha. Tehát, hogy ő az a tenger morajlása. Bizony. Az megvan. Meg így... hát hol vannak a sirályok a parlament fölött? De hülye vagyok. Tényleg, szegény, akkor szóljunk már óvenéknek, hogy ne álljanak ott. Jöjjenek ide Budapestre, és akkor meghallgatjuk, hogy mit énekelnek a kicsöregek. Lehet, hogy nem fogom tudni. Na, még egyszer mutatjuk, figyelj. Még egyszer kérhetem? Így van, megmutatjuk még egyszer.
na 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 na. Hát szerintem az előadó az megvan, de... Na. A Bon Jovi. Igen! Csak ennek a számnak a jogdíjait utalják már át. Legyenek kevesek. Igen, csak egy éves. Egy évet. Flóra, azt éreztem, hogy picit megállsz, hogy akartál volna hosszabbat kérni. Nem, jó, csak olyan bizonytalan voltál, de hála Istennek rábeszéltünk. Nem tudtam volna. Nem is kell, tudod, vagy cím, vagy előadó. Tehát, hogy mindegy, melyiket mondod. Meg Flóra, nem vettünk ki semmit az ajándékcsomagból, benne van a bögre, a nyakba akasztó, az egéralátét. Sőt, rakunk is bele valamit, ha lányodnak. Köszönöm. Jó, küldjön neki valami kis csecsebecsét. A füle a hangszoromban. Igen, hallgat most minket? Igen, mert megvárta, amíg nem megyünk a súlyba, hogy anyát hallja a rádióba. De rendes, puszi életke. Én pedig szeretnék majd nektek küldeni könyvet a Balázsnak is, nagyon sajnálom, hogy el kellett mennie, meg nektek is, mert könyvkiadóval foglalkozom, és van egy-két érdekes könyv, amit nagyon szeretnék nektek adni. Jaj, köszönjük, milyen témájú. Annyit még hadd mondjak el, hogy gratulálok a műsorhoz, úgy gondolom, hogy nagyon beért ez a rádió műsor pár év alatt, és minden tiszteletem. De drága így van. Köszönjük szépen. Nem volt egyszerű, és nagyon sokat kellett dolgoznom a Ferivel ehhez. Hogy... Igen, és köszönöm a külön órákat, ami délutánok igen, nálunk töltöttél. Igen, és hétfőn szerdán pénteken 8-tól 10-ig nagyon sokat beszélgetünk egymással. Este felé mindig fölhívott, úgyhogy szerencsém van, így hogy van. Egy ilyen nagyszerű emberrel hozott össze a sors. De a lakásban nem engedett be a lépcsőházba, voltak mindig a találkák. Jaj, köszönjük, Flóra. A könyv Flóra. Pedig a védákkal kapcsolatos könyv lenne, amit nektek és a Balázsnak főleg, és az Annának is küldenék. Mert úgy gondolom, hogy az érdeklődéssel adhat számot. Jó. Nagyon jó. Kíváncsiak, köszönjük szépen. Ajándéknak színes képek örülünk. Vannak benne? Nem, semmilyen. Akkor a Janinak nem lesz jó. Na, köszönöm, hogy áthattam, és szép napot. Köszönjük mi is, vigyázzatok magatokra. Puszi, szia. Egy perc múlva lesz 8 óra, jövünk vissza a hírek után. 3 perc múlva lesz 4:09, jó reggelt, sziasztok. Békés Csabán Szarvas felé az OMV út után bemérős, Szili, Veszprém Házdiári út baleset miatt torlódik. Tápiosz eleje és Farmos közötti úton nem működik a jelzőlámpa a vasúti átjáróban, erre akkor különösen kell figyelni. Több hete edzettem a hármasugrás játékra, szeretnék játszani kékkel, bejelölve, mint közlekedési info Anditól. Hát nézd, lehet, hogy torlódást okoznál. A 8-as főúton Innotánál a Ladányi bekötőnél Fehérvár felől jövőket mérik a rendőrök, vigyázni, mert csak 70-nel lehet menni. Trafi a 82-esen Nyúl belterületén Fehér Szeádból mérnek. Én elég sokat átkeltem annak idején kerékpárral azon a bizonyos fénysorompon vagy sorompos átkelőn. De akkor még karos volt, vagy már fényes? Karos volt szerintem. De jó kérdés. Annyira rá voltunk gyógyulva a Szelei Faház presszónak a fagyjára, hogy én igazából nem is figyeltem, hogy le volt-e engedve, vagy sem, hogy volt csak egy általános sorompó, de sokat átbringáztunk rajta. Ettől a zenétől Need for Speed hangulatom lesz, már ki is hívtam versenyre egy szuperbet. Kár, hogy Scaniával vagyok. Hát igen. Aztán ez még esküvői bevonuló zenének is harmatos, Peti. Na. Hát azért erre. Peti, nagyon szépen kérlek, ha már nős vagy, ha már megvolt a készfoga, ha már megvolt a nagy napok, már meglétsz, hogy egy MP3-ba áttolod azt a zenét, amire ti besétáltatok, ha ez volt a harmatos bevonuló zene, mert szerintem új rajongó lesz a Bandájnak a személyemben, ha ennél is gyorsabb volt. Feri, egyre jobb zenéket hozott. Hát, a tegnapi Prodigy után, Feri, most is hogy belenyúltál ebbe a jó kis Airborne-ba. Gyerekek, az ízlésem a régi, érted? Ennyi. Na, egyébként tényleg ez, én ehhez állok közel. A kísész idézi. Tehát veled vagyok. Így van. Akármi történt, veletek vagyunk, Pálinka Főzős, Sanyi Pilis, Vörösváról, bármi is történt, köszönjük. Veletek vagyunk, lelkes, hűséges hallgatótoktól, Misi, nagyon sokan írtok Balázzsal kapcsolatosan, 10 óráig ma ő nem lesz, el kellett mennie egy sajnálatos szomorú ügy miatt, úgyhogy, de hétfőn szerintem jön már. Ennek kapcsán is, és hát ugye a köztudott és körülöttünk kilakuló helyzet kapcsán beérkező e-maileket és SMS-eket is nagyon-nagyon szépen köszönjük, jól esik. Így is van. Na kérem szépen. Hát az előbb elkezdtünk beszélni még Balázzsal, ugye 7 óra után ő vetette föl, hogy mostanában sokat jár este a rakparton. Igen, valahogy az ornitológia most eddig nem, de most már felkeltette az érdeklődését. Így van.
elképzelem majd, ahogy, hogy néhány hónap múlva már olyan sztorikkal jön be, hogy épített magának kicsi nátkunyhót valahol a Kis Balatonban, és hogy egy kacsába dugja bele a fejét, egy hatalmas kacsába természetesen. Úgyhogy nyakig bent van a vízben, és onnan fotózza, lesi őket. És egy 500-as teleobjektívval. Szárcsákat, a csíreket. Örökíti meg a madarak felés leszállását a tóra. Majd akkor mondom neki, mert most jön az őszi madárvonulás, például a tatai öreg tónál megfigyelések vannak, tehát lehet oda kimenni, úgyhogy majd figyeljük a programajánlókat, és akkor mondjuk neki, hogy mondjuk Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol ilyen nagy leszálló hely van az átvonuló madaraknak, képzétek el, ott fog a Bali lenni minden egyes ilyen alkalmon. Nyilván. Na, a lényeg az, hogy hétkor ő hozta fel a témát, hogy a parlament fölött sirályok vannak, és hát nagyon sok mindenre gondoltunk, de szerintünk a valóságra nem. Tehát, hogy mindent megnéztünk, mindennek utána jártunk, de az, ami az igazság, az lehet, hogy elkerülte a figyelmünket. Úgyhogy fölhívtuk a Madártani Egyesület szóvivőjét, ami Orbán Zoltánunkat. Szevasz, Zoli! Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Jó reggelt. Hát most már állandó vendége vagy a műsornak. A Morning Show szakértője vagy. Ornitológus szakértője. De jó, még jó, hogy nem hallják annyian, hogy lebukjam. Tényleg, csak egy 2 millió ember. Tehát, igen, kevesen vannak vagyunk, igen. Zoli, mit tudsz erre mondani? Mi lehet a megfejtés? Tehát, mert mi már gondolkoztunk a halágyún, hogy föllövik a halakat a parlament tetejére. Azért mennek oda a sirályok. Akkor volt olyan ötlet, ugye, hogy a felszálló termikek azok, amiket ők kihasználnak, hogy pihenjenek. De mi a valóság vajon? Hát igen, tehát mindenek előtt azt kell kijelenteni, hogy nem az Armageddon pedig, már volt ilyen megközelítése is a témának. Mondtam, hogy nyugodtan vegyünk tartós tejet, szart annál vastagabb könyvet, mert nem lesz vége a világnak. Én az idei gyülekezőn nem voltam kint, 2 vagy 3 éve, amikor az első hírek felreppentek, akkor kimentem, megnéztem, hogy mit csinálnak ezek a madarak. Ugye, ami biztosan látható az, hogy akkor még járnak a turistahajók, és azért még egy csomó szerves hulladék van folyamatosan a Duna vizén. Ezeket a sirályok ilyenkor éjszaka is össze tudják szedni, ugye, ahogy a parlament világítása kiszoródik a Duna vizére is, ott könnyebb nekik ez a dolog. Hát és ilyenkor nincsen olyan konkurenciája, mint mondjuk a varjak, amik szintén fel tudják szedegetni mondjuk a kenyérdarabokat a vízre. Illetve hát így nyár vége felé még nagyon aktívak a rovarok, és különösen a megvilágításnak köszönhetően jó esély van arra, hogy ott a parlament fölött nagyobb rovarrajzások, rovargyülekezők is vannak. Na de hány kiló vagy deka, vagy nem tudom mennyi kell egy sirálynak, azért olyan túl nagy rovarok ott nem lehetnek. Ez mennyiség kérdése. Én néhány éve beszéltem egy illetővel, nem. Perfekt vagy sirályból. A Félszigeten volt még az előző időszakban, és pont egy ilyen iszonyatos árvaszúnyog invázióba került bele, és azt látta, hogy a hatalmas sasméretű nagy sirályok is tátott csőrrel úsztak bele ebbe a felhőbe. Tehát minden a mennyiség kérdés, hogy a nagy bálnák is kis újpercnyi vagy kisebb krillekkel, rákokkal táplálkoznak. Ebből van néhány 10 millió, akkor azért az már kiteszi a kilót meg a tonnát. Tehát ez is lehet a sirályok esetben. Tehát semmiképpen nem arról van szó, hogy felmerült a fényszennyezés problematikája. Igen, ki van világítva szépre a parlament, ráadásul ugye le van most pucolva, tehát nagyon szép fehér így a van. Külső borítás. És egyre fehérebb a sirály kakától. Hát az, még a tetőre vonatkozik, és akkor az vonza őket, nem? Igazándiból ez a fényszennyezés egy reális probléma, vonuló mondjuk énekes madarakat oda vonzhat, ezért vannak már mindenféle szabályozások, hogy a reflektorok közvetlenül ne irányuljanak mondjuk fel az égbe. A sirályok azonban olyan mérhetetlenül intelligensek, és alapvetően egy ilyen rabló, nem csak halázgatnak szépen romantikusan, hanem alapvetően egy ilyen rabló, kalózkodó életmódot folytatnak. Ugye például Budapest környékén kihasználják a nagy szeméttelepeket is, és több tízezes csapatokba gyűlnek oda, és szedegetik ki a szerves hulladékot, tehát rendkívül élelmesek. És hát az, hogy éjszaka vadásznak, ez általában jellemző a madarakra. Ugye volt olyan példa, hogy utcai kandelláberben költött a házi veréb, vagy a mezei veréb, illetve ott fészkelt a füstifecske, és hogy éjjel kapcsolták a világítást, oda vonzotta a rovarokat, ezek a madarak azt mondták, hogy a francok reggel napközben killódni a táplálékgyűjtéssel, éjjel
életmódra álltak át, és gyakorlatilag ilyen 10 centis kirepülésekkel összeszedegették a rovarokat, megetették a fiókákat, és nappal pedig pihengettek, tehát ilyen bagoly életmódra álltak át. Egyszerűen megtanulják kihasználni ezeket a húsos fazekakat, náluk is arról szól az élet, hogy minél kevesebb munkával, minél több hasznok. Elképesztő egyébként, hogy ezek az állatoknak, hát nyilván mondjuk így a szemünk előtt történik ez a dolog, ezért is nehéz elhinni, de hogy folyamatosan tart a törzs fejlődése, nem? Gyakorlatilag tökéletesítik az életmódjukat, illetve alkalmazkodnak ahhoz. Igen, ahhoz, ami van. Ez jó nekik amúgy? Tehát azért sok olyan madárról lehet hallani, ami például sebesüléseket szerez, így kerül be például a Hortobágyi Madárkórházba, mert hogy neki megy vezetékeknek, mert hogy elütik, mert hogy stb. Tehát hogy jó nekik ez, hogy itt a városban van nekik táplálék, és hogy ide bejönnek? Mindenféleképpen, tehát ugye soha nem az egyet szintjén kell csak vizsgálni, persze annak az egy megsérült egyednek nem túl jó, hogy finoman fogalmazzak, de fajszinten ezek a madarak sikeresek. Tehát mondjuk a városiasodott madarak, mondjuk a fekete rigó egyértelműen a civilizációnak a haszonélvezői, hiszen meg tudták sokszorozni az egyébként normális állománynagyságukat. De a legelképesztőbb fejlődés ilyen szempontból a két sárfészket építő fecské. Tehát a Füst és a Molnár fecske mondjuk ezelőtt 5-6-7000 évvel a Kárpát-medencében alig-alig fordulhatott elő, hiszen ezek csak sziklafalakon tudtak fészkelni. És akkor, amikor az ember elkezdett letelepedett mezőgazdasági kultúrákat létrehozni, települése fejlődött, és nem sárfészkeltünk meg jurtába, hanem szilárd kőházban, vagy tapasztott faluházban. Akkor az erre szalá ezekbe költöztek. Ezek ide bejöttek, de gyakorlatilag kihasználták. Most, hogy csökken átalakul az életfeltétel, és csökken a számuk, ez egy visszarendeződés. A 10-20 évvel ezelőttihez képest ugye az óriás állomány csökkenés jelent, de az 5-6000 évhez képest még mindig sokkal jobb az életfeltétel. Tehát a madarak ezt gyakorlatilag tényleg kihasználják, és ez nekünk azért izgalmas, mert az evolúció, a fejlődési folyamat gyakorlatilag láthatóvá válik ezáltal. Tök jó. És mi volt a legmeghökkentőbb, vagy legmegdöbbentőbb észlelésetek a városban, mondjuk itt a Szabadsági tetején turulok meg? Vagy egy Sirály bement, és olajos halat vett magának az ABC-ben. Igen, és kisbontottam. Néhány éve volt olyan, hogy egy mérgezett kerecsensólyom a kémközpontba udvarába zuhant be, és akkor nem ismertük hirtelen leírni, hogy akkor ez most a nemzetbiztonsági hivatal. Csak a címer a falról. A kollégák fotóztak egy uhút Budapesten. Egy uhút. A legnagyobb európai bagolyfajt, ami az izgalmas, mert Nyugat-Európában fészkel is a városban, Finnországban, hogy volt, hogy egy foci meccset kellett a Bubi nevű uhu miatt megszakítani, akit később Helsinki díszpolgárává választottak, mert megakasztotta a foci meccset, valahol Finnország valakivel játszott, és 5 vagy 6 percig állt a meccs, mert ott egy kicsit abbajgatta a bagoly a labdát meg a focistákat, aztán elrepült, aztán a finnek nyertek, és erre úgy döntött Helsing, hogy akkor legyen már Bubi díszpolgár. Tehát ez egy érdekes, lehet, hogy egy olyan folyamat vált láthatóvá, hogy esetleg az uhuk, amik egyébként jelentősen terjednek Magyarországon, esetleg elkezdenek jobban a civilizációs központok felé terjedni. Illetve, hogy értenek a focihoz, tehát még ez a másik, ami eszünkbe jutott. Zavart őket a játék színvonala. A madártani egyesület nem gondolkozik abban, ugye, mert vannak ilyen madár megfigyelő helyek, én ezt már az előbb elmondtam, ugye az őszi vonulást a Tatai Öregtónál meg lehet nézni, vagy a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Egy csomó helyen nem gondoltatok arra, hogy ezt megoldjátok úgy, hogy most már nem kell kiutazni a városból, hanem mit tudjon a parlament körül a Dunán egy hajóról lehet egy ilyen megfigyelést csinálni, és akkor ott állnál te, Zoli, és szépen mesélnél az embereknek. Szerintem irgalmatlan pénzt lehetne keresni. Nem? Hát nincs utazás, csak kimész a Dunapartra, és ott egy ilyen jó kis előadást meg lehet hallgatni. Nagyon sok ilyen programot szervezünk minden évben országszerte. Kitelepülünk bizonyosak, hogy a fülemülék éjszakája az egyik legklasszikusabb, amikor ugye mondjuk a Margit és megyünk, és együtt hallgatjuk az emberekkel. Ez olyan, mint valami, hogy hívják, mint valami barokk zenei napnak az elnevezése, a fülemülék éjszakája.
Hát egyébként, amikor ez ugye az angolok kitalálták az 1900-as évek elején, amikor a rádiózás elindult, akkor a BBC egyik élő közvetítése egy angliai kertből volt, ahol egy cselló művész duettet játszott egy fülemülével. Hát csak így kipróbálták, hogy hát itt az új rádiós tudsz, akkor próbáljuk meg. Olyan sikere volt, hogy következő hónapban meg kellett ismételni, és még 13 éven át minden tavasszal. Tehát és ugyanazzal a fülemülével nyomták, tehát szerződtették hát a művészt. Biztos, a hölgyet ugyanaz, a cselló művész az ugyanaz volt. Tehát nagyon sok ilyen programot szervezünk, például évről évre van ilyen Budapest túránk is, ahol egy adótelepeket ellenőrzünk közösen a lakossággal, benne a városközpontban, vagy egy kollégánk a városközpontban fészkelő vörösvércséket mutatja be az embereknek. Ezeket általában meghirdetjük, és összességében éves szinten közel 100 000 ember vesz részt ezeken a programokon. Nagyon jó. Na, hát akkor nem mondtam én ezzel újat, hogy lehetne ilyet csinálni. Orbán Zoltán, a Madártani Egyesület szóvivője, megint lenyűgöztél bennünket. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük. Én is köszönöm a lehetőséget. Sziasztok! Hello, szia, szép napot! Szia, itt a Geri SMS-e egy mondatban. A sirályok kihasználják a piaci réseket. Na, azt ennyi. Érted. Lefordít a üzleti nyelvre. Mit kell erről együtt egyébként beszélni? Egyébként szerintem egy nagyon-nagyon jó ötletet vetettél fel, mert ugye vannak olyan alternatív kis túrák már Budapesten, amiknek különböző apropója van, tehát hogy próbálnak meg olyan szinten bemutatni dolgokat a városban, amilyen szinten nem igazán foglalkoznak vele a különböző utazási irodák, és ugye szervezett túrák formájában lehet ezeket a helyeket megnézni. Lehetne például költőhelyeket, olyan madarakat megnézni, olyan fészkelő helyeket megnézni, amiket egyébként az ember nem gondolna, hogy a városban vannak. Fel lehetne keresni gyakorlatilag az élőhelyüket, az itteni élőhelyüket ezeknek a madaraknak, és hogyha lenne ilyen jó kis szakértőnk, aki végigvezetne minket, és elmagyarázgatna, hogy ez miért történik így, vagy miért van így, azt szerintem tök jó lenne. Villanyoszlopra mászó embereket látnánk, háztetők padlásain lehetne kutatkodni, tényleg jó az ötlet. 8:59, mindjárt jövünk a friss hírekkel. 8:59, jó reggelt, sziasztok mindenkinek. Balázs ugyan volt ma reggel, de egy sajnálatos esemény miatt el kellett mennie, úgyhogy nem lesz ma 10 óráig, de aztán hétfőtől reményünk szerint visszatér ismételten hozzánk. Pesten az Ajtósi Dürer fasoron rendőrautóból mérnek, Tomi írt a Békés Csaba Szarvas felé az ÖNV kút után bemérő, Szili Veszprém házgyári út baleset miatt torlódik, Támpiószele és Farmos pedig továbbra sem működik a jelzőlámpa. Ez ugye a milyen büfé felé jártál? A faház felé. Egyébként valaki megírta, hogy ez még létezik, és ugyanolyan jó a fagyi, mint akkor. Igen, rengeteget mentünk át, imádtuk helyet. M7 Nagykanizsa 135-ös kilométer, szintén trafi, és a Hűvösföldi lefelé elfüstölt egy autó, tűzoltók a helyszínen, a forgalom ugyan halad, de lassan, mert hogy ugye az egyik sávot ők elfoglalják. Ajtósi Dürer Dózsa-György felé, ezt ugye már mondtam és olvastam is. Jöhetnek továbbra is a közlekedési információk, meg lehet hármas ugrásra is jelentkezni, mert az jön most hamarosan. Ja, Istenem, de szerettem. Mit? A hármas ugrás? Szelére jártunk át fagyizni, Szent Márton kátára pedig strandra, az erdőn keresztül bringával. Hány kilométer volt? Cangával, kb. 20 centi mély, homokban, süppedős futó homokban. Az haladós úgy bringázni. Bizonyám. Ha már bringa egyébként, nem tudom, láttad-e a Vueltáról, ugye a spanyol körversenyről egy videó kering az interneten, egy óriási esésről, ráadásul ugye egy egészen elől haladó férfi ember kerékpárja adta föl a szolgáltat, vagy ő maga vett be túl gyorsan egy kanyart. Nem is ez a lényeg ebben a dologban, ugye nagyon sokan követik az eseményeket, három nagy ilyen kerékpáros körverseny van, ugye a francia, az olasz, meg ugye a spanyol. És hát nem mondod. Hát csak mondtam, de ezt nem neked így magamnak, hogy milyen jó tudom. Ezt a igen, dolgot. Megvan, jó, oké. Okay. Kavintont ma már nem kell bekapni. Ma ezt nem kell bevenni, és az történt, hogy versenyzőnk, hát eldobta a kerékpárt az egyik kanyarban, igen ám, de hogy a bicikli maga a földön nem viselkedett úgy, mint az általában eleséskor látottak, tehát hogy mondjuk elkezdesz mi csúszni. Mit mint egy cserebogár? Pontosan. Ugye azt, egyébként, ha elesel, akkor a bicikli egyenesen elcsúszik tovább. Igen ám, de hogy nem ez történt emberünkkel, hanem leesett a kerékpárról, miután földet ért, nagyon szépen megúszta a dolgot, és azt láttad, hogy a bicikli áll, fekszik a pedálján, azon az oldali pedálon, és a hátsó kerék, ami leér a földre, az körbeforgatja a bringát a pedál körül. Ment tovább a bringa. Figyelj, akkor lehet, hogy örökhajtós volt. Tudod, annál ez azért előfordul.
Próbálom összerakni, hogy... Nem a... racsis volt, hanem örökhajtós. Ja, és akkor viszont ugye a lendület még viszi tovább. Mondjuk az lett volna az igazán vicces, hogy a leesik róla a kerékpáros, és a bringa pedig megy tovább, mint hogyha sinem menne. Egyenesen. Így magától. Egyenesen. Nem, de minden esetre azért fölvetett néhány olyan kérdést a szakújságírókban, a kommentátorban és a kommentelőkben is, hogy vajon mi történhetett hogy ezzel itt esetleg, a kerékpárral. Esetleg valamilyen kis csalás van? Így van, ezt a csalást... Én nem tudom elhinni egyébként ezt a kerékpársportot, főleg nem az országúti szakágról, soha. Ott nem fordulhat elő semmi ilyesmi. Így van, nem tudom, emlékszel egy fiatalemberre, aki gyakorlatilag annyi túrt nyert, mint még senki soha az életben, hát ő is most ugye mással foglalkozik, szegényke próbálja menteni saját magát. Ettől függetlenül azért nagyszerű sportember volt, és hogy én azt gondolom, hogy egy másfél szempontból, amíg tiszta volt, megérdemelt mindenféle figyelmet, mindenféle elismerést, hát aztán sajnos ez másképp alakult. Bukta van benne. Na, a lényeg az, hogy van ugyanis egy elektromotor, ami állítólag annyira kicsi, annyira szépen lehet ezt használni, hogy ezt be tudják építeni a kerékbe. Gondolom én, hogy a kerék agyba. És akkor ez rásegít a versenyzőre. Tehát tekerés az van továbbra is, csak van egy kis plusz rásegítés, mint az ilyen, hogy egy zöld autóknál, nem? Aha. Tehát valami hasonlóról van szó. Lehet, hogy ez úgy működik, mint egy lentkerék, mert a lentkerék is minél gyorsabban tekerik, annál nagyobb tempót vesz fel, és utána pedig igazából nem kell folyamatosan tekerni. Hát az mechanikus történet, ugye? Aztán, hogy ez meg elektromos. Ez meg ilyen visszatáplálásos lehet, vagy pedig aksiról megy? Nem, ez szerintem aksiról megy. Volt egy fura nagy hátizsákja az embernek? Igen, csak azt mondja, hogy csak indivalót viszek. Jó, de miért van rákötve a bringára? Én tavaly előtt próbáltam csaltam ki. Legutóbb. Csaltam legutóbb a Vueltán, amikor indultam. Nem, hanem próbáltam ki egy olyan bringát, egyébként ez egy magyar fejlesztés, egy magyarországi kerékpár gyártó cégnek a fejlesztése, amivel az történik, hogy nem viszi automatikusan a bringát, tehát igen, nem úgy működik, mint mondjuk a babetta, amit betekertél és ment, hanem neked kell tekerni, de úgy tudsz fölmenni például egy emelkedőn, hogy te azt érzed, hogy sík területen mész. Hmm. Tehát, hogyha föl akarnál tekerni a nem tudom hova, akkor kékesre. A kékesre, akkor tök egyszerűen föl tudnál rá bringázni. Ezzel ezt ők arra fejlesztették ki, hogy mondjuk nyugdíjasok, vagy valami baleset aha után rehabilitáció lévő emberek is tudjanak bringázni, de ne erőltesd meg magad. Érted? Ez bekapcsol ez a szerkezet, hogy te elkezded tekerni, lehet állítani, és elkezd rásegíteni a te bringázásodra, uh-huh, de a mozgás az neked ugyanúgy megvan, uh-huh, és kell csinálni. Hát egyfajta ilyen hibrid kerékpár? Gyakorlatilag igen, tehát fele ilyen, fele olyan, mert kell hozzá az emberi erő. Na most azt azért nem lehetett volna még beépíteni, az se volt nagy szerkezet, a csomagtartón volt egy, nem tudom, pár centiméter magas kis dobozka, uh-huh, az adta az áramot ennek a hajtószerkezetnek. De komoly. Na de ha mi ezt meg tudjuk csinálni, akkor nyilván, aki ilyen élsportban mozog, az... Hát nem? Igen, de talán ezeket a főleg az ilyen nagy, és tényleg nagyon híres körversenyeknél, szerintem ezeket a kerékpárokat előtt azért átveszik, átnézegetik. Nem és látod, hogyha, hát benne aha, van az agyban az egész cucc. Azt meg nem szedi szét, uh-huh, az agyat nem szedi szét. Agyváltós, azért olyan, hát azért olyan vaskos. Igen. A rendes váltón kívül még egy agyváltó igen is. Kisebb versenyeken meg nyilván használják még a dongomotort. És az is milyen sokat segít. Hát aki kis költségvetésű versenyeken. Aki tudja egyébként, nézze meg a videót, az interneten meg lehet ezt keresni. Vuelta 2014 bukta, ha ezt beírod, akkor már megvan. Emberünk kisodródik a kanyarban, ugye a cipő leold a pedálokról, és próbálja utolérni a biciklit, ami a kormányon és a pedálon pörög, majd egy motoros, egy kísérő motoros. Egy távirányított közben. Hát ez az, hogy ugye hogy kapcsolta be. Itt sokan azt mondják, hogy előtte ő már a kormányon elkezdett mahinálni egy aha picikét, és akkor pont bekapcsolta ezt a cuccot, valószínűleg az meghúzta a kanyarban a bringát, ezt a biciklis már nem tudta kezelni, és elfeküdt. Ennyire egyszerű a történet. Egyébként megkérdeztek most egy ilyen szakújságot is az internetről, és a ők szerdán... Nem. Szerdán mutattak be egy elektromos rásegítéssel működő magyar fejlesztési országúti kerékpárt. Most figyelj, ahol eddig hegyre 10-15-tel cammogtál fel, ott simán betartod a 20 km fölötti sebességet. Hmm. Ezt 2 órán keresztül tudja csinálni a bicikli. A második fokozatban... És közben uzsonnázol, nézegeted igen, a tájat, igen, és nincsenek verítékcsepek a homlokodon. Persze, úgy meg lehet, van egy ilyen kar, amivel fixálod a kormányt a kanyarba, és akkor így körbe fölmész a hegyre, nem már! És lehet inni mellette meg enni, és a 2 óra 1 órán át van a második fokozat, és a harmadik fokozatban még 40 perc plusz energia. Opszi!
Hát ez nem. Ezért nem szabad annak, ezért nem szabad annak magasabb cipőbe jönni, mert hogyha kitörik és nincs itt az ajtó, akkor lebolintod az üveget. Ha nem, én elnézést kérek, és most tönkretettem a megszólalásatokat. Nem, semmi pont nincsen, csak egy picit sajnálom, nincs róla videó, mert viszonylag sok like számot kapnánk fönt a neten. Ez egy tiszta, látod, ez egy tiszta, átlátható ablaküveg, ezért jó, és igazából ilyen argongázas dupla üveg, úgyhogy jó nagyot koppant a fejed rajta, se baj. Becsuktuk a stúdió ajtaját, mert odakint flexel valaki a folyosón. Ami hát nyilván most kell, amikor a legtöbb beszéd van. Becsuktuk a folyosót, Anna pedig elkezdett berongyolni a stúdióba. Annyi baj legyen. Benned aztán vapitalitás, téged aztán nem lehet megállítani. Fia, nem vettem észre, mert hogy ez az ajtó szokott bezárva lenni, és a rutin, és a megszokás, és egyébként a Lehel téren, amikor föl van téve a metró kiáratnál az üvegre, egy sárga kereszt. Igen. Azt esküszöm, hogy miattam tették föl szemmagasságba, meg volt pucolva, be volt hajtva, és mindenki szeme láttára évek ezelőtt fölkenődtem. A klasszik, amikor disznóorod van, amikor így úgy kenődsz föl, mint a Mr. Bean filmekben tényleg. És véletlenül se üres a csarnok. Azt miattam nem tették oda, mert látták. Fölragasztunk majd egy ilyen nézét, egy ilyen sólyom sziluettet az üvegre, jó? Hogy... Igen. Ne haragudjatok itt a Vuelta közösére. Én kérek elnézést, tényleg. Várjál, orral vetted le, vagy nem, homlokkal. Nem, homlokkal. Nem, a melbimboi voltak azok, amik ekkor ezt meg kézzel. Aha. Ezt nézd. Hát gratulálok, Anna. Nagyon ott vagy. Elszoktam én ettől, hogy becsukom, mert tényleg flexelnek. Na, bocsássatok. Annyi vitalitás van beled, mint az állat. Ne, tudod, ne csukd be bennünket, nem zavar a flex. Nekünket az atomvillanás sem zavar, mert semmi nem zavar. Legyél kedves, vedd a telefonokat. Megyek. Hallod? Jó van. Nagyon jó ez a flex. Istenem. Nekünk kell a flex, inkább. Azt hittem, betörik az ajtó. Is. Ne, jól néz ki egyébként. Töröd már le majd az arcodat, Lécia, izéről, az üvegről. Semmi gond nincs. Most azon gondolkodom, hogy mivel menjünk tovább, a véletlen balesetek Anna módra, vagy vajon hogyan buktál már le csalás közben sportteljesítmény növelve. Jó, ide szép volt. Annak gyönyörű volt, gratulálok. Igen, köszönjük, kár, hogy nincs róla egyébként videó, de ettől függetlenül az arcának lenyomata, innen látom, mert mögötte van az ablaküveg, rajta van. Na, visszatérve a témához, léteznek ezek a rásegítő eszközök. Hamarosan fölhívunk egy olyan embert, aki ennélkül is többszörös világbajnok tudott lenni, ugye, hogy ilyen szerkezeteit kellett volna használni neki, úgyhogy őtőle megkérdezzük, hogy vajon működik-e, létezhet-e ez egyáltalán, hogy ez bele lehet építeni egy kerékpár agyába. Előtte azonban jöjjön a hármasugrás. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Legyél kedves, és tegyél engem rendbe, János. A világbajnoki címek tekintetében vitatozni kell veled, de hogy nagyszerű sportemberről van szó, és nagyon sok Ironman, illetve Strongman versenynek a győzteséről fogunk majd beszélni, neki. És utána pedig vele beszélni. Én megadnám neki, jó? Azért mondtam. Igazad van egyébként. Andi, jó reggel, szia! Jó reggel, sziasztok! Hát, jó reggel. Örülök, hogy itt vagyok már veletek. De ha tudtam volna, hogy Balázsnak el kell menni, akkor még akár be is ugrottam volna. Egy kicsit műsort vezetni? Jöhettél volna. Hát tudod, ezekkel nem lehet mit csinálni. Van az ember életében olyan dolog, ami megtörténik, sajnálatos esemény. Reméljük, rendben van minden. Menni kell. Kívánom a legjobbakat. Hétfő szerintem már jönni fog. Jó. Te óvónéni vagy Budapesten? Igen, méghozzá a te kerületedbe, Feri. 13. kerületi óvónéni. Igen. De az, hogy lehet, hogy akkor nem vagy bent, és nem vigyázol Somára, aki már nyilván megette az összes reggelit, és most próbál egy játékot elvenni valaki. Aha. Ja, hogy van délutános óvónéni műszak? Igen, délelőtt vagyunk, vagy délután, igen, és én ma 11-re megyek, és éppen elég élesztapálva ezután az első hét után visszaszokni, meg elkezdeni újra mindent, megszokásokat, és a régi jó bevált dolgokat újra elkezdeni. Kicsit nehéz. Kis csoport, nagy csoport, középső? Öreg nagyok, negyedik éve járóak, akik majd jövőre már mindannyian mennek suliba, úgyhogy... Ha akarnak, ha nem, a büdös kölykök elmennek az iskolába. Mindenkinek mennie kell. Aha. De ez a legjobb évek egyike egyébként. Andi, ilyenkor, és akkor te ilyenkor végigviszed őket? Tehát a kis csoporttól végig te vagy velük? Igen, vagy... ez volt, én erre nagyon törekszem, tehát ez nálunk. Le se adnám őket, tudod, tehát az is benne van, hogy az embernek a szíve az olyan közel állnak. Uh-huh. Hát igen, azért ennyi év alatt csak hozzád nőnek. Igen. Jó, van, akkor a délutáni műszakhoz sok türelmet, erőt kívánunk neked, és akkor most pedig jöjjön a játék. Köszönöm. János már felkészültem, várja, hogy elmondhassa neked a kérdéseket. Viccelsz, meg is tanultam őket. Ja, fejből megy. Ez. Na, azt mondja, hogy természetesen az első kérdés az egy dedikált nyakba akasztóért megy. Melyik forgalomban lévő bankjegyünkön látható a nagy szenki Széchenyi kastély?
elején vagy a hátulján? Igazából szerintem mindegy. Akkor talán ez az 5000-es? Így van. Ennyi, ügyes vagy. Így van, hiszen a másik oldalán, gyakorlatilag az előlapi oldalán ott a maga a legnagyobb magyar látható. No kérlek szépen, menjünk-e tovább, Andi? Szerintem igen. Szerintem a második kérdés is menni fog. Egéralátét következik, akkor ugye a nyakbakasztó megvan. Méghozzá dedikált egéralátét. Melyik angliai városból származik a The Beatles zenekar? A Beatles? Az összes tag ott született. Mindig az gombafejűek, és még szoktak mellé mondani, hogy milyen csapat. Jó, már is. Azért ilyenkor most egy kicsi blokk azért van. Aha. De szerintem ők Liverpoolban. Ez is az! Micsoda blokk! Nehogy blokkasz! Lömetűs, de nem London. Így van, Liverpool. No, figyelj, én mennék, de tudod, te is. Nem állsz meg. Nem áll, soha nem állunk meg. Akkor mehetünk? Igen. Bevállaljuk? Be. Bátrak vagyunk? Igen, maximum nagyot fogok bummolni. Elszántak vagyunk? Igen. Hiszünk magunkban? Maximálisan. Csak előre tekintünk? Néha azért hátra is. Na jó, van akkor. Dedikált óráért, tehát. Hány elbeszélő költeményt írt Toldi Miklósról Arany János? 3. Így van! Toldi estéje, Toldi szerelme, és hát ugye az érdekesség az, hogy a harmadik lezárót, tehát hogy a harmadik elbeszélő költeményt Toldiról másodikként írta meg. Igen. Ilyen cseles fiú volt, mi? Így van, mert beugrott neki, hogy basszus, hát volt még egy szerelme, és abból is ki lehetne hozni valamit, terjedelmre fizet. Jaj, Andi, megvan mind a három ajándék, és ráadásul dedikáltak is, úgyhogy ezt fogjuk neked elküldeni. Jó? Nagyon köszönöm, és csodás hétvégét nektek. Nagyon szépen köszönjük. Nekünk nagyon jó lesz, köszönjük szépen, olyan jó főleg a vasárnap. Soha. Köszönöm, szervusztok. Szia, Andi, puszi. Szia. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 3 perc múlva 9 óra, Jani SMS-e, az F1-ben ott a kers, itt meg a tekers. Jaj, szerintem nagyon jó. Imádjuk azért szójátékokat. Köszönjük szépen. Az előbbi bringás dologra, Dániában lakom, rengeteg elektromos bicikli van, a postások is ilyet használnak. Az így van, de az azért kicsit más technológia. Igen. Itt jobban el kell rejteni a dolgot, de hát 9 óra után akkor majd kiderül, most a hírekkel folytatjuk. 5 perc múlva lesz 9:40, jó reggelt kívánok, szevasztok, János és Ferenc a fedélzeten, bár ma reggel nem így kezdtük ezt a napot, 6 órakor még teljes volt a csapat, de történt egy olyan esemény, ami miatt a Balázsnak el kellett menni, egy családi tragédia, ezt majd hétfőn, ha Balázs akarja, elmondja, ha akarja, nem mondja el, de valószínűleg ő már hétfőn tud jönni, csak azért mondjuk ezt, hogy megértését kérjük mindenkinek. Nagyon sok SMS üzenet érkezett már azzal kapcsolatban, hogy Balázs mellett vagytok, ezt az ő nevében is köszönjük szépen. Megértés és tapintatot. Így van, ezt a kettőt lehet, kérjük szépen mindenkitől. Nagyon sokan kérdezik SMS-ben, hogy mi volt a 8 után leadott enyhén szólva AC/DC is, bár a sebességének egy kicsit némileg ellentmondott, szóval ennek az AC/DC számnak a címe, illetve eloladója, a zenekar neve Airborne, a számnak a címe pedig Back on the Bot. Le. Úgy szeretem, hogy te is ilyen szépen beszélsz angolul, mint én. Ez a biztos. Ez mondjuk igen, így van írva. Ez a tuti. Állítólag a hazánk egyik nagyja, most nem fogom neked tudni pontosan megmondani, hogy Széchenyi vagy Kossuth, de szótárból tanult meg angolul. Ugye, és így, hogy back. És kiment, kijutott Angliába, és tartott Londonban egy beszédet, és mondták, hogy milyen jó, hogy mi rokon nép vagyunk, mert úgy hasonlít a magyar, magyar meg az angol egymáshoz. Írásban szinte egy az egyben ugyanaz. Igen, írásban lehetne érteni, de így annyira nem. Hát aztán nem tudom, hogy ez mennyire legendárium, vagy mekkora fáma, de állítólag így történt. Vannak helyek egyébként, ahol ezt nagyon értékelik. Például, hogyha mondjuk az ember kimegy Japánba, mint ahogy én nem mentem ki, és valószínűleg még egy ideig nem is fog, nagyon szeretnék kimenni, viszont olvastam könyvet, amivel sok kép volt, és abban írták ezt, hogy a japánok például minden egyes megtanult japán szónak egy európai ember számából, szájából, bocsánat, nagyon-nagyon tudnak örülni, és nagyon-nagyon értékelik.
Aha, tehát ha ilyet mondasz, mosolyognak, tapsolnak, örülnek neki, stb. És ezt egyébként szerintem az az ember, akit másodperceken belül hívni fogunk, Kropko Péter is meg tud erősíteni, hiszen ő kisebb fajta nemzeti hősnek számít Japánban. De jó. Tehát is, ha ilyeneket mondasz, annak is örül, hogy harakiri? Igen, meg seppuku, meg hogy hívják, meg... Ennek gondolom nem annyira. És hasonló. Mondom gyorsan a közlekedési híreket. 47-es Berettyó, Újfalu és Dereske között kihelyezve a háromlábú birodalmi bográcsálvány. Mikrobi, köszönjük. Sziasztok, M7-es autópálya mérik a Nagykanizsa felé haladókat a 145-ösnél. Van hullós buszos Jani, 65-ös főúton kamion az árokban a 62-es kilométerkőnél, de már mentik, rendőri irányítás van. Csilla, 47-es Kopáncsnál a Hódmezővásárhely felől érkezőket figyelik. Trafi Pista és Trafi Jóska Ramosz írta nekünk, köszönjük szépen. Tápi Jószele és Farmos között pedig újra jók a jelzőlámpák. Nyugodtan lehet menni autózni. A faházba. Berettyó, Újfal és Dereske között kihelyezve a háromláb, M7-es Nagykanizsa felé 135-ös kilométernél pedig szintén trafipaxon. A birodalmi bográcsálvány. Én vizuális típus vagyok, és látom magam előtt, ahogy mulatják az időt, és egy jó kis bográcsgulyást ott kavargatnak. A trafi háromlábára, ami egyébként közben dolgozik. Igen, így van. És akkor kettő az egyben. Már mi lesz Dezsőben? Ott egy kis lebencslevesre gondoltam, szerintem az is lesz belőle. És most bebeszedtünk 1.400.000 büntetést. Na, az elmúlt órában beszélgettünk a Vueltáról, a spanyol körversenyről, ahol az egyik versenyző elbukott egy balos kanyarban, és hát az a furcsa dolog történt, hogy amikor ő elesett, a bringájáról ugye leoldottak ezek a bizonyos klipszek, amivel a cipő rögzítve van, külön életet kezdtek élni, ám a kerékpár olyannyira külön életet élt, hogy szinte megmagyarázhatatlan módon, mint a bogár a nyári estén a hátán, elkezdett körbeforogni a pedálon és a kormányon támaszkodva. És hát nagyon sok emberben fölmerült a kérdés, hogy a bicikli nem csúszott tovább, hogy nem állt meg, hanem elkezdett körbeforogni, és azt mondták, hogy az a varázslatos esemény történt, hogy az emberünk elkezdte kapcsolgatni az elektromos hajtást, ami ugye nyilván nem egy támogatott dolog egy Vueltán, sőt tiltott, bekapcsolta, és a kanyarban ez az elektromos hajtás túl nagy sebességet adott neki, és elkezdett tovább forogni a hátsó kerék, ami a földet érve elkezdte hajtani a bringát. Na most emberünk megpróbál odarohanni a biciklihez, mert nyilván ő is tudta, hogy ebből így bukta lesz, és megpróbálta felállítani, azonban arra jött egy motoros, és ő félig átgázolt a bringán az első keréken, és itt meg is szakad a videó, tehát nem tudjuk pontosan, hogy mi történt a továbbiakban, viszont mindenki azt mondja, hogy ez bizony az elektromos hajtás, például egy magyar honlap is, egy ilyen kerékpáros honlap is megerősítette, hogy ez valóban létező dolog, és nagyon nagy teljesítményeket tudsz vele elérni, tehát szinte dupla sebességgel tudsz kevesebb energia befektetéssel tekerni fölfelé, mint egyébként. Úgyhogy arra gondoltuk, hogy felhívjuk azt a fiatal embert, akinek címei a következő. Hát például ugye Strongman Japán első hely 4-szer, aztán Ironman Japán első hely 3-szor, emellett becsúszott némi magyar bajnoki cím is 12-szer, és időhiányában a többi címet azt nem sorolnám. Kropko Péter! Jó reggel, Péter, szia! Jó reggel, boldog pénteket! Köszönjük. Jó reggel, szépen. Nagyon szépen hát köszönjük. Az ránk fér, az mindig ránk fér, ha boldog, akkor pedig főleg. Na, elsőként beszéljünk egy kicsit ugye a budapesti rendezvényről, mielőtt erre a kerékpáros dologra rámegyünk, mert ugye a mi szívünket is büszkeség tölti el, hiszen remek eredményt értünk el mi hárman. Igen, gratulálok is hozzá. Nagyon szépen köszönjük. A dublőreitek nagyon-nagyon szép munkát végeztek. Mi csak lehetőséget biztosítottunk másoknak is, tudod, hogy ne a miénk, az olyan nem lett volna szép, hogy miénk a dicsőség. Hogy mi hárman oda megyünk, a Balázs, Jani, Feri, és akkor ott elkezdünk versenyezni. Mondjuk nyilván mi egy 71. helyet szereztünk volna meg a 70-ből, de hát így ez a 13. helyet. Az gyönyörű szép, hát több mint 70 csapatból, az nagyszerű teljesítmény. Még egyszer nagyon szépen köszönjük azoknak a hallgatóknak, akik vállalták a megerőltetést, illetve a megvérettetést helyettünk. Egyébként, ezt nem is mondtam adásban, hogy a Péter olyannyira átszellemült állapotban volt a verseny lebonyolítása során, hogy én, mivel kim voltunk ugye vasárnap a kislányommal, aki ugye Iron Girl lett tulajdonképpen, vagy Iron Kids lett, akkor oda mentem a Péterhez, hogy gratuláljak neki a rendezéshez, és szerintem nem ismert meg. Tehát így konkrétan így átezett, és igen, parancsolj. Mondom, én csak szerettem volna Péter gratulálni, hogy jó, jó van, köszi. És így... Hát igen, szaladtunk, elég sok feladata bizony, volt. Bizony, de ez fantasztikusan sikerült rendezmény. Hát, nagyon jó volt, óriási hangulata volt.
ilyen nagy számokat szoktak kérni, amikor egy olyan beszélgetés van, ami lezár egy rendezvényt, hogy nagyon sok ember, de pontosan hány, nagyon sok kilométer bringával. De pontosan de hány. Azt is tudjuk, ugye, hogy 90, de a több indulót, ha összeszorzod. Várakozáson felüli volt, vagy azt mondod magadnak, hogy azért ennyire te számítottál, hogy végre ez a verseny elért Budapestre is? Igazából a létszámmal elégedettek lehetünk, hiszen több mint kétszer annyi indulónk volt az Ironman versenyen, mint amennyit szerettünk volna, és ez a majd 2000-es létszám, ez akkora siker, hogy tényleg mondhatjuk, hogy minden idők egyik legsikeresebb első rendezvénye volt a létszámba. De ugyanígy a rendezvény színvonaláról is ugyanezt mondták el a külföldi ellenőrök és vezetők, és tényleg a másik, ami nagyon érdekes volt ebben pont az Iron Girl-nél, hogy Európában a legnagyobbat rendeztük a lányos futásba másnap. Úgyhogy az is nagy siker volt, ugye mindenkihez eljutott, hogy itt Bahreintől kezdve Új-Zélandig mindenki eljött erre a rendezvényre, és nagyon, nagyon sok ország, 57 ország vett részt, azért kevés olyan rendezvényünk van, ami ezt hozza, és ezek nagy része hoz még 2-3 családtagot, tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy egy nagyon nagy sikere volt ez Magyarországnak. Turisztikai lég, és ez egy fontos esemény. Említetted a bahreini uralkodói családot, ugye a két herceg volt itt, vagy három, kettő? Két herceg, nem, ő az angol, brit uralkodói családhoz tartozik. Ne, A király fiai itt voltak, ez a lényeg. Nagyon macerás volt velük, mert állítólag az volt a történet, hogy ők egy ilyen 50 fős gárdával érkeztek, a testőrökkel, és hát a nagyobbik herceg az lefutotta az egész bagást. Marha nagy időt ment, vagy ilyen sportos szóval éljek, az ideje, ami van tényleg megsüggelendő, tehát ez nagyon keményen tolja a triatlont. Komolyan veszi, ez látszódott rajta. Amíg más dolga sincs. Hát előfordulhat, mondjuk annyi, hogy én nem szívesen a sivatagban nyáron nem szívesen edzenék ilyen marha melegbe, de az biztos, hogy ha csak azt mondom, hogy a maximális idő 8:30 volt, ami után zártuk a pályát, és ez a 4:30-as idő, amit ő teljesített, az komolyan, aki csinált, azt tudja, hogy ez egy majdnem profi idő, tehát ez egy nagyon nagy teljesítmény volt. Voltak különleges kéréseik? Természetesen azért általában egy hercegnek vannak olyan kérései, ami szükségeltetnek ahhoz, hogy ezt teljesítsék, és azok a körülmények, amiket megszoktak, ez nem egészen ugyanaz, mint a tiéd, hogy férjen fel a reggeli hévre, de azt hiszem, nem ez a legmeghatározóbb volt az egész versenyben, tényleg mindenkinek tetszett, nekünk is a dolog, de nyugodtan mondhatom azt, hogy viszont a pályán ott mindenkinek ugyanaz volt a táv, és ugyanazt a feltételt biztosítottuk, tehát nem volt a pályán külön pesgő, meg nem volt agymotor se. De egyébként szerintem maga a rendezvény az fantasztikus volt, és tudom, hogy nagyon-nagyon sok embernek kedvet csinál már a jövő évi induláshoz. Én például biztos forrásból tudom, hogy elhatároztam, hogy a Feri egyéniben teljesíteni fogja ezt majd jövőre gyakorlatilag az úszást, a kerékpározás és a futást is. Igen, de egyszerre csinálom a hármat. Így van, ez egyre csak az én elhatározásom, hogy ezt ő teljesíteni fogja. Reméljük, hogy ezek a szálak majd így összeérnek. Jó, fél 10 kilométert már lefutok. Hát jó lenne, fiúk, én azt tudom mondani, hogy tényleg ti ezt tudjátok már szájjal, én nagyon szeretném, hogy én szívesen segítek nektek. Nem, hát ez a dolgotok, nem? Hát ez kőkemény meló. És ti ezt tudjátok, én nagyon szívesen segítek abból, hogy kézzel és lábbal is ez a dolog összejöjjön. Na Péter, akkor ugorjunk át erre a bizonyos témaindító kis hírre, a Vueltás esésre és a tovább körbeforgó kerékpárra. Tényleg létezik ez ilyen szinten, ez a technológia? Hát az információk szerint ugye általában 3 pontról kéne begyűjteni erre információkat. Én utána néztem, de 1 pontról jöttek ezek az információk. Tényleg van Magyarországon egy olyan ember, aki gyárt ilyeneket. A prototípusa az valahogy hogy nem, az nincsen meg, azt nem is tudja, hogy hol van. Ezt éppenséggel, mivel itt egy kancellárát ezzel már meggyanúsítottak, hogy valami ilyesmivel halad. Hát lehet, hogy kikerültek, lehet, hogy ezt sorozatba is készítenek, de az biztos, hogy a tegnapi érdekes volt az, ahogy az a bicikli
beforgott egyébként a motor alá, és én azt néztem meg többször, hogy sajnáltam nagyon, mert az a kerék önmagába az agyváltó nélkül egy 520-1000 dollárt ér az a kerék. Amire rámentek. Amire ráment a motor. Igen. Tehát az ott fény kapott, tehát ez nem úgy van, hogy akkor most felállok, egy kicsit kiegyengetem, ezek elég érzékeny művészszerszámok. Ilyen bringákat nem lehet az ausztriai lomtalanításokkal összeszedni a garázsok előtt, mi? Nem. A garázsokból lehet, de azt meg büntetik. Igen. A lominál ilyeneket nem osztogatnak. De a tény az, hogy ez a dolog, ennek a lehetősége fennáll. Na most azért a képek alapján mi nem tudjuk ezt bizonyítani. Ami lényeg az, hogy ezek a teljesítményben már elég nagyot tudnak hozzátenni a gépekhez, tehát az ember teljesítményéhez ezek az elektromos hajtások. Akár egy versenyző 90, egy amatőr bringás pedig folyamatos 50 km sebességet is elérhet. Az na most, nem rossz. Amikor két versenyző között, egy csúcson levő versenyző között 10% különbség van, egy ilyen rásegítés az elképesztő segítséget tud adni. Hogy ezzel kapcsolatban már vannak lépések, hát a Tour de France-on nem tudom, hogy bevezették-e, de terbe vették a kerékpár szkennert, tehát hogy átvilágítsák a kerékpárokat. Aha, hogy mi van ugyan, a csőben. Ugyanis a reptéren. Így van. Ezeket a dolgokat terbe vették, nem tudom, hogy megcsinálták-e, de hogy itt ez nem történt meg, ez nagyon úgy néz ki, nem bizonyított, de hát így ránézünk, azért tényleg ez a bicikli, lehet, hogy túl keményen taposta addig a pedált, hogy még volt kedve a kerékpárnak egy kicsit menni. Igen. Kisgazdám, gyere, menjünk tovább együtt. Még. Győznünk kell ezen a futamon. Jó, mondjuk egyszerűen kideríthető, ha bekérik ezt a balesetes bringát és megvizsgálják. Vagy ezt hát ilyenkor azonnal eltünteted a verseny után? Hát ezt nem tudják, hát addig, amíg nem jön meg a szervizautó, addig nem tudja, és akkor ott van egy bicikli, amin átment egy motor két emberrel, mert ugye egy vezető, egy kameraman, jó nehéz valami, az el van törve, az megtalálható az a kerék, azt azonnal meg lehet találni. Aha. De hogy mondjak egy nagyon jó példát, mert itt amikor én annak idején többször elektromos hajtással értem. Nem igaz. Kitakozom bíróság. Igen. Egyébként a pályafutásod során így láttál azért ezt-azt? Hát a pályafutásom során most láttam egy ilyen dolgot, egy nem ilyen kifinomult eszközzel, egy hátsó agy motorral, tehát a hátsó keréknél, tehát nem a hajtókar, mert itt oda rejtik el a hajtókarba a motort. Igen, itt a középső agyba. De olyat, hogy a hátsó tengelybe beszerelik a motort, ilyet két héttel ezelőtt a budapesti versenyen láttam. De kemény. Beállt a depóba a ifjú úr, beállt, nem is tudom, hogy ment át a vizsgálata, mert igazából a kormányt nézzük meg, megrángatjuk, meghúzzák a féket, megnézzük a sisakot, jó van, fia, menjél. Hát ez bevitt egy akkora agyváltót, átküldöm nektek szívesen, hogy feltegyétek a képet, hogy beállt. Aztán észrevették a depóba, miközben úsztak a fiúk, hogy itt valami gáz van ezzel a dologgal, mint hogyha nagyon régies dobfék lenne hátul, akkora méret volt. És hát kitolták, aztán... És kicsit gyanús volt a kipufogó is. Hát kérdezzétek, egyet az ember ez megtalálta a bicikliét, felült rá, és egy kört még tudott menni, mire ott a versenybírók ezt megtalálták a versenyt. Úgyhogy hát igen, az az igazság, hogy a társadalom az a sport, vagy a sport a társadalom tükörképe. Úgyhogy hát itt sem szeplőtelen a fogantatás. Igen, hát mindenkorra megvannak a maga kis ügyeskedője. Moldova írta annak idén a Ferencvárosi Koktél című könyvvel, olvastam, hogy az egyik úszó például úgy győzött többször is a versenyeken, hogy műlába volt, és a műlábnak a tokjába egy 6000 köpcentés és Aurora mintájú csónak motorol be. És azt a sztorit, hogy a kelet-német csajoknál voltak ilyen, hogy felpumpálták hátulról őket, hogy több levegő legyen benne, és jobb visszakészítve. És a terhességet is használták a csajoknál, tehát hogy a megfelelő időpontban legyen. Tudom, hogy látom a mosolyt, de tényleg
itt azt is fel lehet használni, hogy vannak olyan időpontok, időszakok a terhesség alatt, amikor többlet teljesít, mint ad legynő. Szerintem, Péter, én azt gondolom, hogy ezek így utólag, aztán meg így főleg tényleg csak rossz indulatok, plejkák, ne felejtsük el, hogy ezek a hölgyek azóta már befejezték a pályafutásokat, és boldog családapaként élnek. Bizony. Így van. Jövőre akkor úgy tűnik, hogy a verseny megy tovább, csak visszakanyarodva az Ironmanre, a budapestire, ugye? Igen. Jól van, köszönjük, ez megnyugtató, János, ott lesz majd, mi szólítunk neki. Hiszen szurkolok, majd felérek, ott állok majd kereplőkkel az útszéren, hiszen egyéniben teljesíti a távol. Jó, én egy ilyen nagyobb agyváltóval érkezem a 90 kilométerre. Japán Ironman ninjájának köszönjük szépen, hogy velünk volt, Kropko Péter. Na, az mi? Köszönjük szépen. Köszönjük, szép napot. 2 perc múlva lesz 9:30, egy kicsit muzsikálunk, aztán jövünk vissza a nap legjobb pillanataival. Jó szél a Morning Show-ban. Ja, ő egyébként rettenetesen jó énekes, én nagyon kedvelem, nagyon jó hangja van. Jó, meg szuggesztív előadó, én voltam koncerten az arénában, nem tudom, 10 évvel ezelőtt volt. Miért végig téged fixírozott? És szépen neked énekelt? Azt érzed, hogy áll egy előadó a színpadon, magával tud-e ragadni, vagy nem tud. Vagy valószínűleg azért nézett végig folyamatosan, mert kitakartad az egyik fejgépet. Hát, vagy létsz jobbra, vagy balra. Haver, álljál már, haver. Csak engem nem lát senki miatt. Ő nagyobb, mint én egyébként. Szerintem óriási, óriási darab hapsi. 9 hát. Perccel múlt el 9:50, trafi az M351-es kilométernél, a Magyar Benzinkútnál Budapest felé, Bazsi. El fogom intézni. Na most ezt figyeld. Egyébként már az előbb itt voltam, hogy Árpi, aha, beszéltem vele, és van rá némi esély. Kérte, örült a zenének a reggelinek? Nem hallotta. Egyébként ő ezeket szerintem kedvel az ilyen típusú zenéket. Rajta vagyok az obituárin, megpróbálom vele elintézni, és ahogy mondani szokták, igen, ahogy nem is tudom, valamelyik talán a Dumb és Dumberbe volt, hogy mennyi az esély, hogy belém szeres 1 millió, ezek szerint van esély. Tehát... Jó. Tehát... Lehet, hogy elő jövő héten lesz ubituári, de amit biztosan el tudok intézni szerintem az, hogy valamelyik nap még adás előtt, abban a sávban, ahol ilyen nyugisabb zenék szoktak menni, még a Best of előtt, lemenjen a Kiss from a Rose. Aha, a Sziltől. Az biztos, hogy el tudod intézni. Igaz? Azt szerintem az menni és az egy zseniális szám. Én kevés dolgon szoktam sírni, azon se. Aha. De nagyon jó szám. Akkor legyen szív. Világos. Jönnek a nap legjobb pillanatai. Balázs ma reggel még itt volt velünk, és hát meglepődve tapasztaltuk mi magunk is, hogy ez a madarak iránti érdeklődés, ez a nyitottság, ez tovább fokozódott, mert hogy a parlament felett repkedő sirályokról hallottunk egy nagyon érdekes, izgalmas, érdekfeszítő, ám hosszas beszédet tőle. Így van. Aztán neki el kellett mennie. Csüngtük ajkás szótlanul, mint gyümölcs a fán. Igen, és utána meg akartuk hallgatni, hogy mi az igazság, ezért aztán fölhívtuk Orbán Zoltánt, a Madártani Egyesület szóvivőjére. 3:40 múlt 4 perccel áll az M0-ás, az 51-es lehajtótól az M1-es felé, ott történt valami, tehát M0-ás az M1 felé az 51-es lehajtótól áll. Köszönjük szépen az információt, szerintem ezeknek Csabi is fog majd örülni, igaz-e? Így van, és ráadásul segítek is a többi hallgatónak, és megosztom, hogyha küldik a közlekedési információkat, ezt szeretted volna hallani. Csuda egy gyerek. Jó reggelt, szevasztok. Képzeld el, tegnap lefutottam egybe 1 órát. 1 órát? Egy teljes órát egyben. Reggel mondtam a fiúknak, volt, aki örült neki, volt, aki nem. De ez kilométerben mennyit jelent? Hát egy 10-es. Az jó. Aha. De én csak inkább az időre mentem, gondoltam, elbüszkélkedek vele. Mert 1 órát én is le tudok kocogni, de az nem biztos, hogy nyilván. Tehát, hogyha időre megyek, akkor nem biztos, hogy a távot figyelem. Aha, tehát ha időre mész, akkor te napokig tudsz kocogni, mint Forrest Gump. Igen. Jó, hát ez mint Forrest Gump, nem, tehát ő azért tényleg tudott futni. Na, örülök, hogy téged is elkapott ez a dolog, hogy én ilyen jót csináltam az életem. Köszönöm. Gratulálok. Egyébként futhatok együtt is. A Ferivel? Kézen fogva. Igen, találkozunk hát fél úton. Figyelj, ne felejtsük el, hogy ha mondjuk Csabi a Rákospataknak a partján elindul, mondjuk így a Duna felé. És én meg elindulok Csabi felé, akkor a Rákospatok. Akkor gyakorlatilag fél úton találkozhattok. Azt a legjobb. Tényleg. Hát ugye közvetlenül a tipit. Gyakorlatilag a Dunáig le lehet futni a Rákospataknak a mentén. És ezt nagyon sokan használják futásra. Előbb. Na, az jó. Én mellefelé megy. Csabikám, melós rafting. Ne, én lefelé, te pedig evezel felfelé, te kajakban de nem, várjál. Hát a Dunába folyik a Rákospatak, hát akkor neked jobb. Azt mondom, hogy kis gumicsónakkal, elveszem a gyerekektől, aztán...
Ami a magas a vízállás, az azért, a vízen a fán. Igen, nem baj, hogyha néha vízet is viszel magaddal, vagy ilyesmi, de nem öntöd inni. Magad alá. Leszoktunk menni egyébként, van egy nagyon szép bringa út, amit kiépítettek, nincs még végig meg a Dunáig, de állítólag meg lesz, és akkor ott szoktunk sétálgatni, aha, már futottam is, ott szoktunk bringázni, és van, hogy csak ott patkányokra vadászunk, nem, ez csak ja, egyszerű patkányok, van, de gyerekekkel a dobálunk mindenféle köveket bele. Igen, a hétvégére a grillezés, a rablóhús. Na, meg lesz a bringa út végig, akkor azt mi azzal ünnepeljük meg, hogy megbeszéljük, hogy este mitén 6-kor elindulunk mindketten a partról, uh-huh, és pacsizunk egyet a közepén. Na, ja, figyelj, a mi kerületünk már megvan. Tehát innentől kezdve. A miénk is jó, a kettőnk közötti kerületekről van szerezzünk szó. Szerezzünk onnan ismerőst. Aha. Aki beszámol róla, hogy már hogy áll, aki megépíteti. Azt nem tudom elintézni. Hány kilométer lehet az tőletek a Dunáig? 20 legalább szerintem tőlük. Tisztességes. Lévonalban? Nem, a patak partján. Nem, a Rákos patakról beszélünk, tehát lévonalban. Ezt nem tudom. Utána kellene nézni, vagy le kellene mérni egyszer. Illetőleg hát biztos vannak olyanok, akik már írják az SMS-t, és pontosan tudják, hiszen többször lesétálták, vagy megtették ezt az utat bárhogy. Ennyit? Nem tudom. Nem tudom, de tényleg várom a megfejtést. Kapunk valami hangszorot? Lövésem nincsen, de megfogom, figyelj, megfogom nézni mindenképpen. Nekem az nagyon tetszik az a terep. Hogy tök jó. Egyszer azon lemegyünk Ferihez. Ott hidratálunk, te átfutsz hozzám, aztán együtt elfutunk a Ferihez, aztán elköszönünk. Ott csatlakozunk, csatlakozik hozzánk, igen, a Bali is. Így van. Ja. Aztán elmegyünk teniszezni. Pacsi puszi, és végül mindenki hazafut. Igen, ha nálam hidratáltok, akkor utána ti nem futtok már sehova, csak igen, mondom. Főleg, ha előkerül a baba víz, ugye. Na, hívjuk a naphallgatóját, nagyon sok jó SMS érkezett hozzánk, és Anna szerencsére most, bár szóltunk neki, hogy nincs zárva az ajtó, nem fejelte le. Ez a mai nap csúcsa. Na. Még egyet akartok? Legyen még egy. Jó. De ez az utolsó volt. Igen, ez. Ja. Sajnálom, mert nagyon jót írt, ugye beszéltünk arról, hogy a spanyol kerékpáros körversenyen történt egy baleset, ami utána önmagától forgatta tovább a bringát, és ugye arra gondoltak a szakértők, hogy ott van egy kis elektromotor beépítve, Jani ezt az SMS-t írta, az F1-ben ott a kers, itt meg a tekers. Hát nekünk tetszett. De szerették legyen, öltük rajta. Így van. De, jó poén volt. Jó, ez a virtuális naphallgatója cím így is jár. És még egy dolog, még így búcsúzol a hétvégére, még mielőtt Feri elmondja a receptet, ami ugye pénteken mindig meg szokott történni. Most meghallgattunk itt két megszólás között egy nagyon jó kis dalocskát, pontosabban nem egy dalocskát, hanem egy dalocskának 20 különböző stílusban előadott verzióját. Van egy srác, rá egyébként nekem a Viki hívta fel annak idén a figyelmet. Egy egyszemélyes projektről van szó, 10 Second Song, ez a projektnek a neve, és a srác valami egészen megdöbbentő módon zseniálisan tud átlényegülni más előadókká, és tudja felvenni és prezentálni az ő stílusukat, és most megcsinálta a Linkin Parkkal az Indiánt. Ezt felrakjuk a Facebook oldalunkra, nézzétek meg, meg fogtok rajta döbbenni. Tehát az, hogy a Doors-tól kezdve a Boyz II Men-en át egészen Eminemen keresztül a Queenig, minden stílusban a srác elő tudja adni azt a dalt, amit egyébként a hallgatóknak a figyelmébe ajánl többek közt Chester Bennington, a Linkin Park énekese is a videón a végén. Figyeljetek, megdöbbentő, zseniális. Igen, és hogy jöhet a srác. Ha esetleg nem hívják el mondjuk a Boyz II Men-be, vagy nem hívják el mondjuk Eminem helyett egy koncertre, stb. És érdemes a régi dalait is, meg a régi dalait, hát mit én, ami ezelőtt született, mert azok is ugyanígy. Hát igen, hogy nem csak a rock világából választ, Katy Perry dalt is ugyanígy feldolgozott. Igen, három nap alatt több mint 3 millió nézték meg, és értékelték, lájkolták. Nézzétek meg, ti is, megéri. És akkor ez a mi Facebookunkon van. Fönn csak úgy, mint a mostani recept, ami régi családi recept, anyám krumpli lángosa. Hát azért nem merem ezt mondani, mert krumpli lángos szerintem mindenütt csinálnak. Nekem azért szép emlék, mert amikor gyerek voltam még,
hányatatott sorsú és szegények voltunk, akkor nagyon sok ideig nagyon szerettük is, mert azért jó, ha édesen akarod enni, akkor lehet lekvárosan, uh-huh. ha inkább a sós verziót akarod, akkor kicsit fokhagymával megkentük, és akkor így, úgyhogy ebben, ezzel kapcsolatosan valószínűleg nagyon sok családnak van saját receptje krumpli lángos ügyben, én az enyémet közlöm, ami az anyámé, és mindig jól sikerül. Ez az egyik, a másik, meg most voltam megint piacon a héten, mondjuk ami nem újdonság, mert minden héten többször is vagyok, és tele van áfonyával, szedderrel, málnával. Aha, ezzel azért vigyázni kell ezzel a dologgal, mert fél ipari mennyiségben készít el mindent. Tehát ugye a múltkoriban volt ugye a medvehagymának szezonja. Nem tudom, hogy egyébként, hogy a Feri mennyi medvehagymához jutott hozzá, de én kaptam tőle medvehagyma pesztót. De nem olyan sokat hoztam. Nem olyan sokat. Én kiskonalanként rakom bele mindenbe gyakorlatilag, már a vaníliás pudingtól kezdve, a mákos gubáig már mindenbe van medve. És már az egész utca is azt használja. De még van belőle. A háromnegyede még mindig megvan. De most jó vagy, azért nem veszed, mert rossz? Egyszerűen nem tudok ennyi medvehagymát elfogyasztani. Na, látod? Tehát jó, csak sok. Jó, csak sok. Na, mindegy. Na, de várj, ebben a krumpli lángosban a Balázs kérdezni, hogy nincs semmi kurkuma, vagy valami nincs benne érdekesség, kurkuma, ami nem belevaló. Nincs, abban nincs, kérlek szépen semmi. Na, visszatérve a piacos élményekre, hogy tele van az ősz gyümölcseivel, úgyhogy egy ilyen őszi erdei gyümölcsös szósz van hozzá. De ha megkérdezed, hogy van-e hozzá hús, akkor azt mondom, hogy természetesen van hozzá. Nem egy mondod. Gyönyörű szűzpecsenye, amelyet édeskömény magban hempergettem meg, és itt jöhetne Sebestyén Balázs, akinek egyébként nincs jogosultsága beszélni. Beszólni. Beszólni, mert a héten mit hallgattam, hogy ő kardamomos mézet eszik most már. Nem, ő úgy mondja, hogy kardamonos. Kardamonos mézet eszik, és mi volt a másik? Ami röhögtünk. Tehát ezeket tőle tanulja, nem? Várjál. Valami fűszert még bevetett. Hát fahéjat. Nem, de valami exotikusabbat tenni, vagy különlegesebbet. Aha. Szóval most már nem mondhat ilyeneket, hogy az én édeskömény magos sertésszüzemre nem szólhat be. Tök egyszerű mind a három dolog elkészítése, és fent van a Facebookon A-tól Z-ig az összes dolog, és járjatok piacra, mert az baráti, jó, csodálatos, olcsóbb, és lehet dumálni mindenféle jó anyókákkal és apókákkal, meg persze fiatalokkal is. Csabi, a kívánság műsorból egy dalt, legyél olyan kedves, azért ajánljál nekünk. Én hallottam, hogy ti is most adtatok egy újdonságot, a Chromio elnevezésű produkciónak a Jealous című dalát, és én is úgy döntöttem, hogy nem szeretnék lemaradni tőletek, és ma nagyon sok olyan dalt hozok, amelyet korábban nem hallhattatok itt a Klassz FM-en. Többek között a Ariana Grande és Iggy Azalea közös dalát, de ajánlok egy újdonságot is, aminek néhány hete pont a Kívánság műsorban volt a világpremiére legidőben lezajlott ősbemutatója, a The Script slágere. Most már így a Kívánság műsorban akár kérhető is, a Superheroes. Nagyon jó, köszönjük szépen. Tegnap hogy fogadták a Szomorú arcú fiú új dalát? Nagyon-nagyon szerették. Igen? Igazából jó. Volt, aki félreértette, és azt megkérdezte, hogy a Calvin Harris az miért koppintja a John Newman dalait. Neki külön megmagyaráztuk, hogy ez John Newman énekelte. Rendben, a 06-1555-55-00 számon tudtok dalt kérni. Hétfőn teljes lesz a csapat. Reményeink szerint köszönjük szépen a figyelmet. Jók legyetek. Szevasztok. Csá! Csá!